Élőben a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balondjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! Óra után 7 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt! Hello. Hány óra után? 6 óra után, 7 perccel. De pont nem kapcsoltad még be, ja, és ja. Ha nem állt volna át a telefonom, akkor hát most nem tudná. Igen, nem, de ez a sötét, ez borzalom, gyerekek, hát ez, nem, ez olyan szép na, világos jó, volt. De reggel meg... Vagy napközben meg az egy órával világosabban. Szép világosan jöttünk már be. De nem? Este fél 8-kor már még kint tudtál ülni egy kiváló fröccsel. A vízparton. Így hello. Van. Nézzük a jó oldalát, egy órával tovább tudunk kint lenni. Ebben a szép időben, ami szerdáig fog tartani, igen, kb. Vagy kettő. És már dereng, nézd meg. Dereng. Itt végére már 6 fok. És eső. Ide. És eső, úgyhogy csak meg. Reméljük ezt mindenki. Ki élvezte ezt a jó idő, gyerekek? Te mit csináltál pénteken? Kiütötted magad, így kifeküdtél onnapra? Új, ne vagyok gyengülve. Aha. Na, mert így oda vagyok. Hát figyelj, oda, nem hogy oda van, hát ja, nézd meg, az milyen arcom. Színe van. Ja, Balatonon voltam. Oké, okay. Hát de ehhez mennyi vízben kellett is tartózkodtam. De megfogott a nap. Tegnap nem nagyon tudtam felkelni. Elég oda vágott ez a kis sztori. Ja, nem vagyok még mindig jól. Na, de várjál, mi? Melyik? Hát ez a pancsakarma, amit csinálok. Ne csináld már. Hétvégén volt a poros, megivós. Ja. Erős volt? Hát kész vagyok. De mit kell inni? Oda vágott ez a szar. Olyan sértett volt. Így a nagyhiszekből évente egyszer meg fogom csinálni ezt a képet. Elment a hangom. Nem, egyszerűen nem. Ott kész, hánytam, fostam, minden. De úgy olyan, nem tudom mit. És én túltoltam, vagy sokat adott, vagy én nem tudom mi van, de... Na de várj, most melyik része volt? Tehát olyan része volt, amit eddig még nem csináltál, igen, vagy most pedig indult ebben csúcsosodott ki? Most indult ez a beöntéses sztori, ja. Amiről ugye meséltem. Meg kell innod egy ilyen, egy bödönnyi ilyen kupaknyi valamit. Aha. De nem aha. Tudom az mi, ricinus olaj, porba, vagy nem tudom. Figyelj, és konkrét lesz, szinte fogytam 4 kilót. Te látszik sajnod egyébként, hogy ilyen kicsit többet vagy, elfogytam. Vagy nem tudom. Ilyen. Szerintem 3 kilót leadtam konkrétan, tehát infúziót fog bekötni magamnak, már azon gondolkoztam. És utána rohangálós volt? Nagyon durván. Nagyon durván. Tehát, hogy így jó ez. Én bírom ezeket az indiaiakat, mindent megcsinálnak, de én nem bírtam felkelni. Tehát egész nap feküdte. Alig bírtam hazavezeti Balatonról. Tehát, hogy így... És Pancsa úr mondta, hogy ez tök természetes. Vagy Pancsa úr azt mondta, hogy délután 2-kor ennek le kellett volna már állnia. 3-kor. Ezt 10-kor még olyan szarú voltam, Jézusom. Hogy én nem tudom, mi történt velem, de hogy így... De most akkor a beütésnek vége? Tehát, hogy így ennyi volt? Hát az első, hát, az első körnek, igen. Ja. Hát ebből van, ha már megcsinálod, tudod, ma van ha már megszereted. Ma van egy mini, amit ő ad be. A mini. Na, holnap fog, van egy nagyobb. Fog háromig tartani a mini. De ez konkrétan nem látok. Tehát, hogy így, és nem marad meg semmi bennem. Tehát attól féltem, hogy ki fog száradni. Most már lassan egy napja történik a dolog. Reggel 8-kor kezdtem tegnap. Őrületesen sokat hánytam, tehát jaj. Ilyen bődületesen sokat hánysz, rettenetesen sokat, nagyon durván, hát széthánytam magam, és amikor, tehát így tudod, belehajolsz a vécébe, fordulsz, tehát ez történik. De azt mondta, hogy ez természetes, hogy hánysz. Én meg akarom kérdezni, hogy jó volt a porció, az hogy összeállítás. Megnézte az olyan a dátumot? Tehát, hogy nem egy heti adagot vittem el, vagy nem több adagot vittem el, azt nem kellett volna porciózni, vagy nem értettem félre, amit tehát azt mondta, hogy 2 kis kanállal vegyek ki, abból én megittam az egészet. Esetleg valami nyelvi probléma volt, amiből kifújulak. Én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy az egészet meg kell inni. Ma megyek hozzá, megkérdezem, hogy jól emlékszem? Igen, jól emlékszem. Nem. Jól emlékszel, Balázs, 3 nap alatt. 3 nap alatt. Hú, úgyhogy hát nem, alig élek konkrétan. Nézd, elfogytam, nézd meg, hát lement szerintem 5 kilót, 3 kilót, 78 kilót szoktam lenni, nincs itt a mérleged? Nincs. Esküszöm, nem érem magam, szerintem nem vagyok több 75-74 hát nél. 3 napja nem ettem semmit. Na, hát, hogyha nem ettél ennyi ideje, gyakorlatilag egy hét. Hát eleve egy diétára indulsz rá. Igen. Már eleve nem ettél húst, nem ettél szénhidrátot, se gyümölcsöt. Semmit. Hát semmi értelme szerint. A szombati az rizs meg saláta. Tehát rizs meg saláta. És arra dobod rá, éjgyomorra, vasárnap reggel ezt a tucot, úgyhogy egész nap kint feküdtem a kertbe, úgyhogy mondtam a srácoknak, hogy ez most...
A apu most nem ér rá. Ez most önfoglalkozás. Szórakozzatok. Jól vagy, apa? Jól vagy? A kert egyik végébe hánytam a kert, másik végébe hánytam. No. Én lazán toltam. Tehát ahol... Szombaton még volt erő, még bementem a Balatonba. Mondom, vasárnap is fürdök egyet. Hát és vasárnap jöttél ki. És vasárnap jöttem ki. Lehet, hogy ez a baj. 6-7 fokos, már egész jó. Aha, aha. Lehet, hogy aztán túláztattam magam. Úsztam egyet egyébként, ezt most jól bírtam, de vasárnap nem volt erőm bemenni a vízbe. Tehát hát figyelj, nem... hogyha nem eszel, és még az is kijön belőled, akkor na, hát aztán... Most ilyen kókuszlevet ittam reggel, hát igen. Majd pancsakarból rám, hogy ez nagy hiba volt, majd tiszta vizet kért tőlem, de ugye az nagyon jól hidratál, az tele van mindenféle ilyen ionokkal, meg mindenféle ilyen, nem tudom, ásványi sókkal, meg minden, megittam kettőt. Hát azért van néhány kérdésem pancsakarból, hogy biztos, hogy jól csináltam. De legalább sokba kerül egy ilyen? Fizetsz hát, érte? Figyelj, itt 2 héten keresztül napi 2 órás kezelés, aha. És ha azt hiszed, hogy 1 óra masszázs, az így 10-12 ezer forint, ebből van 2 óra, ezt csinálod 2 hétig, olajok, balzsamok, porok. Na, szóval van egy összeg a végén. Van, igen, jó, nyilván ebben tisztítás benne van, csak ugye azt mondta, hogy ennek 2-kor vége van, 3-kor vége van. Hát ezt nem akartam csinálni egy szelfit este 11-kor a budiról, mert mondom, ez azért mindennek határa, ezt nem tetszett mondani. Úgyhogy ma azért úgy megkérdezem, hogy biztos jó volt hát az remélem, adag. Tényleg azt fogja mondani, hogy igen, ennek így kell működni, és nem pedig azt, hogy hát... Erzsike, mit adtunk neki? Viszont olyan tiszta vagyok alul fölül, gyerekek. Olyan hát tiszta, én magam vagyok a megtisztulás. Tehát így lehetsz, hiszen nincs ebben egy semmi. Semmi, konkrétan semmi. Most azon imádkozom, hogy ez a kókuclé, amit megittem reggel, ez bennem maradjon. De most úgy néz ki, hogy... a teát? Hozzunk egy hányózacskot? Nem, a hányás az elmúlt. Az délután 3-4 körül elmúlt. Tehát az már nincs. Az... Tök jó, már 3-4 körül alig. 3-4 körül már nem hánytam. Úgyhogy hát fene se tudjam. Hát? Lehet, hogy aztán itt érted. Tartás, tesó. Már csak egy hét. Ne, ilyen cuccot már nem kell többet inni. Tehát ez már nincs több. Most ő adja a beöntést. Úgyhogy a barátságunk már egy új szintre lép szerintem. Ja, mert hogy az... Ez spor volt, ezt én ittam meg. Ja, spor volt. Ez önkéntes volt, és ma lesz a... Nem ittál még ilyen rosszat soha. Tehát, hogy azt mondták, hogy harapjak utána citromot, ez még indiai fejjel is elég rossz. Ez egy fekete massza lesz, egy ilyen... Olyan, mint egy ilyen csokoládé massza, amikor túl sok kakaót raksz egy pohár tejbe. Ilyen gélszerű, növényízű gélt kell meginnod. És 1 óra múlva leüt. De úgy leüt, hogy készen le kell feküdnöm. Fel se bírtam állni. És mondta, hogy hát akkor menjek a WC-re. Mondom, oké, de ezt hánynom kell. És hívott közben, hogy vagyok, tudod? Mi újság, Balázs? Nagyon jó, jól van, elindult. Szuper, imádom. Elindult. Van egyfajta ilyen, nem is tudom, ilyen kapcsolattart. Persze, tehát, hogy mert felnézett a polcra, meglátta. Nekem ez nagyon szimpatikus. Felnézett a polcra, meglátta, hogy mi hiányzik, és akkor arra gondolt, hogy hú, ha rá kell telefonálnom, hogy minden rendben van-e, mert az talán egy heti adag volt, amit elvitt. Igen, ez a legfontosabb. Ezt ma tisztáznom kell. Na mindegy, úgyhogy gyerekek, hát ennek hát a szellemére. Hát valamiért, na. Hát most ez... Tisztulás, te mondtad magad, hogy azért már szeretnék enni. Újjá fog születni. Tehát, hogy az biztos, sejtszinte. Sejtszintű megújulás. Még a sejtjeit is kihányta. Én minden, gyerekek, mindent. Na jó van, veletek jó volt hétvége, hát minden rendben most volt. Most már nem merem elmondani egyébként. Erre igen. Már nem tudunk rá kontrázni. Hát most elmeséljem, hogy egyébként péntektől szombatig a forgatás, mert folyamatosan zabáltunk, mert hogy nem hiszed el. Hogy... A vidéki vendéglátás. Ferinek küldtem néhány képet, tehát amikor már a nap reggel úgy kezdődött, hogy Gyulakeszin voltunk, ugye Szigligeten forgatunk és a Csobáncon, tehát egymás mellett van a két település, mind a két vár egyébként csodálatos. Szigliget az egészen fantasztikus lett, így az utóbbi években rengeteget változott, rengeteget újult. A Csománcról meg mindenki tudja, hogy hát ez egyik legszebb kilátás a Balatonra, meg a Balaton környékére. Rengeteg siklóernyős van, rengeteg kiránduló van, ott a vár nincsen olyan jó állapotban nyilván, mint Szigligeten, de hát amikor reggel félkor 8-kor felkész, és így kitántorogsz így a konyhába az egy nappal korábbi forgatás után, és ilyen szakaj számra ilyen rongyos kifli, gyümölcsös kacsa, minden friss. Nem volt pénzük rendes kiflire? Hát hallod. Csak pont beszélgetünk egyébként erről, hogy bemész egy kávézóba, vagy bemész bármilyen ilyen prémium pékségbe Budapesten, és 5-600 forintot kérnek el darabjáért, és ott Gyula vezér
a kedves neje készítette ezeket. 150 darabot gyártott. De hogy náluk ez teljesen természetes. És hát fél sütés, főzés, óriás zabálások. Akkor 9-kor mindenki ott fekszik meg, dől jobbra-balra, mert annyira készüljük, akkor kell ugye kimenni forgatni. Tehát, hogy és akkor már megbeszéljük az ebédet, már megbeszéljük a vacsorát. Ah, nem akarok kínozni. Tehát, hogy... Ja nem. Figyelj, aztán nekem szalámi. Félelmetes, figyelj, nem. De miért nem? Mi az, hogy nem? Küldött nekem hogy... képeket, érted? Odaírom, hogy átlátod, Jani, ez a vidéki vendéglátás. Vagyok mondom, rá. Abból a izér út szalámiból egyet be tudnak küldeni reggelt. Neked is vége lesz Pancsa úrnak, érted? Hát egyszer. Valamikor igen. Milyen szép reggelit csinálnak amikor lecseng, belőle. Amikor lecseng a diétátok, kicsit. Mert ugye azért te is diétázgatsz. Oké, de azon majd azt én tudom. Ja, majd azt te betározod a helyre. Azt majd én azt tudom, de most akkor ezek a városok, ezek engem nem szeretnek. De egy kicsit azt érzem. Mindannyiótokat nagyon szeretik. Hadd sértődjek már meg kis, rájuk. Ez a kis lovas birodalom, egyébként ez az, tehát hogy is minden van, tehát hogy boci, ló, zebra, az volt a legdurvább egyébként, hogy még zebrájuk is van, kutya, cica, minden, és hát ugye fantasztikus természeti közegben, tehát amikor reggelenként kijössz, és egy kis kávéval letámaszkodsz ott a karám mellett, és felnézel a csobáncra, egészen elképesztő, hát is mondom, halálosan jó arcok. Tehát, hogy kezd új szintre lépni a kapcsolatom ezekkel a hagyományőrző srácokkal, mert a Gyulafi László a hagyományőrző bandérium tagjai, hát vidám társaság. Igen? Hát picit vidám kezd társaság. Kezd érdekelni ez a igen, mozi. Igen, érdekes. Én nem tudom egyébként, hogy bírják, mert hogy ők reggeltől estig egyébként hidratálnak, ahogy Feri a jobb napokon. És tudod, mi van, hogy menjünk 100 métert, ott is van egy pincészet, kicsit fejebb valakinek a zsebéből előkerül egy whisky, érted? Tehát talpik középkor, és akkor azért a farzsebe be van készítve egy kis whisky, és emellett egyébként kardoznak, vívnak, lovagolnak, lövöldöznek, és olyan profik, hogy egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Mozgással János kimegy az alkohol. Igen, hát azt mondod? Igen, a reggeli felest megiszod, utána lovagolsz egy fél órát, akkor megint bírsz inni. Óriás arcok. Bár sose lovagoltam, de szerintem így működik. Óriás arcok voltak. Tehát, hogy az egésznek nagyon nagy hangulat volt. Van egy gyártásvezetőnk, a Feri, és ő szokta mindig mondani, hogy köszönöm szépen a nap végén, hogy köszönöm szépen mindenkinek a munkát, ha ezt egyáltalán lehet nevezni. Inkább élvezet. Jó volt, tehát nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, és tényleg amellett, hogy nagyon jó fejek, nagyon jó hangulat, csodálatosak a helyszínek, olyan tudású emberekkel találkozok, itt Pál József Szigligeten, aki elmúlt 80 éves, hát arról, hogy ő mit tett Szigligetért meg a környékért az utóbbi 30 évben, csak annyit, hogy róla nevezték el a múzeumot. De menő, és még élő személyként. És 80 évesen, Zsülnek a papája jutott egyébként róla az eszembe, mert szellemileg is annyira friss, annyira egyben van, és olyan tudással rendelkezik, oda mész, és akkor tudod, így egy picit így mész össze. Tehát, hogy így azt hitted, hogy valamit tudsz a várakról, semmit. Ezekhez az emberekhez képest, úgyhogy csodálatos volt az egész. Nagyon-nagyon jó. Lövöldöztetek, volt-e beöltözés, eljátszottuk fakardala, most a szigligeti vár támadását és annak visszaverését. Ők nem a fakardos kategória. Figyelj, hát olyan arzenáljuk van, és minden működik, mindent saját maguk készítenek. Ez egy olyan például a Gyulafi László hagyományőrző bandérium, ez egy olyan csapat, aki konkrétan múzeumlátogatásokat, várlátogatásokat, levéltári látogatásokat szerveznek rendszeresen, és mindent, az utolsó szegig, az utolsó keréklakatos pisztolyig, az utolsó kopjáig, minden egy az egybe olyan, mint a nem eredeti, de olyan, mint az eredeti, és minden működik. Félelmetes volt. Tehát, hogy az, hogy egy kopját mondjuk elmennek a Nemzeti Múzeumban, és lemérik, és az alapján csinálják meg, hogy teljesen, hogy olyan, teljesen. Ja. Korhű legyen. Nem, nagyon jó volt. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani, na. Vadon János alsó vonal oficiál, hogy hívják el. Ha a rettegő kisember képét meg akarod nézni, ágyú elsütés közben, azt te észrevetted, hogy nézel ott ki? Becsukott szemmel, de biztos én is összeszarnám magam, egy ilyen ágyú el pukkan, ahogy hívják oda a füled mellett. Egyébként marha jó a kép, nem tudom, ki csinálta, hanem pont kilő a izé a torkolat. Szabó Gábor tűz, óriási, de nézd meg, ahogy becsukja a szemét. Amikor az ismeretlentől való félelem benned van, de marha kíváncsi vagy. Tehát ez látszik rajtad, ott áll a Jani, érted, meggyújtja ezt az ágyút, és így becsukott szemmel retteg, hogy mikor fog elsülni. Én nagyon röhögtem. Ez olyan ez a csapat, mint a B közép. Tehát, hogyha ilyen petárda van a kezed ügyébe, akkor előbb-utóbb valamelyik felrobban. Ezek az emberek mindegyiknél van egy kovás, mit tudom én, valamilyen kovás, valamilyen keréklakatos pisztoly, valami kalócos puska, vagy egy ágyú, és lépten nyomon valamelyik elsüti. Tehát, hogy
Már komolyan már volt, amikor mit tudom, egy fél méterre tőlem, tudod, ilyen sortűz, meg ilyenek, meg seregbontó ágyú, meg akár, ezek nagyon élvezik, nagyon imádják ezt csinálni reggeltől estig, akkora szerelem van. Úgyhogy mondom, nagyon jó fejek voltak, és remélem, azt tegnap így pont gondolkodtam rajta, hogy ha csak annyira fogják szeretni ezt a Várfoglalók című műsort majd valamikor, amikor adásba kerül, amennyire mi szeretjük csinálni, akkor ott nem lesz hiba. Nagyobb lesz a nézettsége, mint a Forma 1-nek. Vagy az Oscar gála. Az Oscar gála. Ez a Will Smith balhé, ez komoly, vagy ez ilyen előre megjátszott sztori? Nem, komoly. Komoly? Komoly. Ugye az történt, hogy a díját nem adó... Nem egy előre? Nem. Azt mondják, hogy nem. Én most elkezdtem utána olvasni. Meg ugye azért mondjuk el, hogy mi történt, hogy ez a Chris Rock nevezett. Chris Rocknak levert egyet a Will Smith a színpadon. Mert ugye az volt a sztori, hogy a Will Smith feleségének a haja az sajnos nem természetes úton, de távozik lassan, de annál biztosabban, és a Chris Rock azt mondta, hogy már alig várja a G.I. Jane második részét, az elsőben ugye Demi Moore leborotvált a kopaszra, mert ugye a Will Smith felesége játszhatná, és hát kiderült, hogy ez betegség miatt hullik, úgyhogy Will Smith nagyon fölhúzta magát föl, mert egy irgalmatlan sallert levert, és látszik, hogy az sajnos, vagy hát nem sajnos, de nem megrendezett, aha, és még föl is ordibált, hogy tudod, kivel szórakozzál, ne a feleségemen poénkodj, mert aha, beteg egyébként. A csajszi beteg. Igen, Jada, Jada, vagy nem tudom, hogy kell mondani az ő nevét. Már a feleségének, hát úgy is lehet, de úgy nem D-vel van írva. Nem tűnik egyébként úgy, mintha... Igen. De ilyen nagyon maher, ahogy áll a Chris Rock, így előre tartja az arcát, kicsit az egész olyan nagyon furinak tűnik. Aha. Nem igen, tudom. De szerintem egy ilyen betegségből kifolyólag nem hiszem, tehát hogy előtte, hogyha ez olyan lett volna, akkor felhívják a Will-t, és akkor azt mondja, hogy Will, figyelj, örülni neki, hogyha csinálnak egy ilyen kis közös akciót, és mi a téma? Hát, hogy a feleséged betegsége. Aha, tök jó. Ja. Nem, ez igazi lehet. Meg elég csúnyákat kiabált föl, tudod? Lejjebb a szöveggel. A Will Smith elég csúnyákat kiabált föl még utána a színpadra. Aha. És szóval, hogy azt egy ilyen Oscar... Hát az menő akkor, hogy Oscar gálán verekednek, basszus. Korrekt. Igen. Főleg az amerikaiak, akik azért értik a humort, mindennel lehet humorizálni, elég széles a spektrum, ami belefér, mert hogy azért, tehát, hogy úgy... Ez, ők azért tudják a showbizniszt, és nem nagyon sértődnek meg, de azért ez így kemény. Nem úgy tűnt. És még utána bocsátot is kért az akadémiától, mert ugye egy díjazott lett, Will Smith, Oscar-ja van. A Serena Williams filmért, vagy miért kapott? Igen, Serena papáért. Aha. És ott még bocsátot kért, meg ami nekem igazából így bizonyíték, az az utána való fölkiabálás. Aha. Mert amit a Jani mondta, hogy fölhívják előtte, érted, hogy belefér-e ez a kis buli, akkor is azt mondott, hogy oké, majd eljátsszuk, hogy nagyon mérges vagyok, azért ott azok a szavak, amiket kifütyülve mernek még leírni, és az biztos, hogy nem hangzik. Meg le van fagyva egyébként a Chris Rocknak az arca utána, tehát hogy amikor mutatják így a színpadon, látszik rajta, hogy azért meg lett ott fogva elég keményen. Aha. Látszik, hogy nagyon kényszeredett már a mosoly. Hát, legalább valami történt ezen a dögunalmas Oscar gálán egyébként. Hát a nézettségük évről évre esik. Senkit nem érdekel már egyébként, hogy ki nyer, meg hogy mi történik. Legalábbis nyilván film szempontból igen, de mint nézettség, bár dögunalmas az egész gála. Legalább elmondhatják, hogy most Will Smith megcsinálta a show business-t. De van magyar vonatkozása is egyébként. Van, ugye a dűne miatt nyertünk. Azt olvastam mi korán reggel. Nagyon kedvesen, így Sipos Zsuzsanna nyert, nem mi. Sajnos, de jó ez, hogy nyertünk. Végül is nyilván a mi büszkeségünk is a dűne berendezője, aki Oscar-díjas lett. Magyarországon csinálták ezeket a berendezéseket, és akkor így mi is kaptunk. Ez annyira szuper érzés, hogy gyakorlatilag minden évben. Minden évben van valamilyen magyar vonatkozása van. Már az Oscarnak. És most oké, hogy persze esik a nézettség, meg esik az egésznek a presztízse, de akkor is azért, na. Tök jó. Mindig ott van egy magyar név, és ez marha jó érzés. Magyarul is megköszönte egyébként. Igen? Jó. Ja, tényleg? Ja, hogy nem, ő magyar, vagy magyar származású, de kint él? Sipos Zsuzsanna. Sipos Zsuzsanna, tehát nem egy magyar származású, aki kint él. Nem, ő magyar. Rendes magyar. Aha. Rendes magyar. Magyar berendező, és akkor magyarul is megköszönte ezt a dolgot, meg hát természetesen angolul is. Igen. Nem, Zuzsanna Sipos-ként.
Forma 1-ben mi volt, gyerekek? Minden idők egyik Forma 1-es futama, óriási izgalommal. Komolyan? A végén. De nézted? Én igen, mert lakodalomban voltam szombat este, ahol most nem az, de jó. Tényleg jó volt, de egy 8 éves vagy 10 éves, hogy hívják, Verstappen rajongóval akaszkodtam össze, és hát amikor magadból kivetkőzve üvöltözöl, de hogy a Ferrari-nál semmi nincs, jobb a Verstappen a izével, hagyjad már. Mindezt egy 10 évessel? Egy 10 évessel el tudod képzelni, hogy hogy álltunk, ugye? Tehát, hogy mi volt a töltet mögötte, és akkor fogadtunk egy ezresbe, hogy ki lesz a bajnok. És ki nyert. És figyelj, az utolsó pár körön múlott a dolog, irgalmatlanul izgalmas volt az egész futam, a beállításon ment el, a végül is ugye a Ferrari győzelme, úgyhogy Verstappen volt. Tehát Red Bull győzelem. Red Bull győzelem. Igen, és akkor második lett Leclerc. Igen, és harmadik lett Carlos Sainz. Ez azt jelenti egyébként, hogy a Ferrari-nak nagyon-nagyon megy. Nagyon. Tehát konstruktőri világbajnoki pontverseny egyértelműen vezetik, ugye? Hát ez két hétvége alatt 4 dobogós hely. Igen, hát mondjuk még így a második futam után nyilván ne így arra, hogy ők lesznek a konstruktőrök. Hát a Ferrari utóbbi évei elnézve. Ahhoz képest nagyon jó. Ahhoz képest nagyon jó. Úgyhogy így, de figyelj, irgalmatlan játék volt ezzel a hátsó szárnyitása, hogy ott ahogy kiér át előbb a vonalon, annak nem lehet nyitni. Na akkor most legalább izgi a Forma 1 mondhatni. Tehát, hogy az. Merci, Red Bull, Ferrari, most Merci talán legkevésbé. Mercinek kapaszkodni, hát kapaszkodik, igen, most nincsenek sehol, de hogy legalább így nem egypólusú a dolog, nem? Igen. Delfinezést? Sikerült megoldani a delfinezést? Delfinezés. Tehát tudjuk ugye, hogy nagyon leültetik az autókat, és emiatt a leszorító erő miatt, és emiatt ugye sok autón, amíg nem tudták úgy belőni, a delfinezésnek hívják, igen, amikor így egy bizonyos sebességnél az autók elkezdenek delfinező mozgást csinálni, és van, akinek ez sikerült megoldania már, van, akinek nem. Elég furán mozog tőle a jármű. Fél másodperc volt a befutónál az első kettő között. Az nagyon izgi, ja, hát nagyon, az a régi időket kevés. Idézi. Na, az tök jó, annak örülök. Még én nem nézem a Forma 1-et, de hogy az tök jó, hogy azért újra izgi. És egyébként, ahogy látom, azért sikerül a Mercedesnek is, mert itt van egy várjál csak, azt mondja, annyi minden történt itt az elmúlt két futamon, vagy három futamon, mint az elmúlt 10 évben. Nagyon friss oldal, csak 2 hetes hírek vannak. Kis Sumi, jól van? Olvastam, hogy összetörte magát? Igen, hát ketté tört az autó. Ketté tört az autót, 240-nel szaladt bele egy kanyarba, és neki is ütközött ott a falnak, de jól van akkor. Jól indult van, is a futamon? Nem, hazament, azt mondta, hogy ő nem kér belőle. Akkor előtte ugye még pénteken volt a nagy botrány, hogy egyáltalán megrendezik-e a futamot, vagy sem, mert volt egy kis bombatámadás ott a környéken. Aztán Hamilton haza akart menni, picsogott egy kicsit, de hát azt mondta a csapat, hogy ha már itt vagyunk, akkor azért csak ne szaladjunk haza olyan gyorsan, úgyhogy maradt. Ilyen furi nyilatkozatok születtek, amiből éreztet, hogy ő tulajdonképpen hazament volna, de van egy csapatdöntés, úgyhogy itt maradunk, és így, de mondom, tényleg nagyon-nagyon izgalmas volt, jó volt. Aha. Hamilton duzzogott biztos kicsit, hogy az persze, hogy megint nem ért oda. Nem ért oda, szoknia kell. Jó, évekig odaért, ezt tegyük hozzá. Picit másnak is adjusson, persze. Igen. De egyébként elmondták, hogy most nem is az a cél, hát nyilván az a cél, hogy felzárkoznak első, második helyre, de alapvetően most az, hogy egyáltalán utoljék a többieket. Igen. Na jövünk mindjárt a hírek után, 7:30 van pontosan, itt vagyunk mindjárt. 3:47 lesz pontosan 4 perc múlva, jó reggelt mindenkinek. M4 reptér felé dugó, valószínűleg az M0-ás Maglódi irányába baleset. És ez ugyanaz lehet, M0-ás Alacskai pihenőlőt M5 irányba spáros kamion kiégett torlódás, már több kilométer, köszönjük szépen. Nem, ez nem ugyanaz egyébként, csak annak tűnt. Na, mikor lehet már arcotokra fogyasztani a mosolyt, úgy letekerném már a klímát, kérdezi egy hallgató. Hát ugye, hiába tekered, azt kell, hogy mindenki egy irányba tekerje. Feri már hozott sapkát, usankát. Nem fogtok kicseszni. Igen. Nekem van mindenem, téli kabátom, sálam, kesztyűm és sapkám, úgyhogy... Lehet nyugodtan, lehet lefelé tekerni, lehet fölfelé tekerni, regisztráljatok, ugye az nagyon fontos, a kis oldalunkon, és akkor onnantól kezdve lehet állítgatni a hőmérsékletet, és lehet a boost gombot nyomogatni. Igen, az a lényeg, hogy egy irányba mozogjatok. Bizony. Nekünk az a jó, ha ugyanúgy álltok. Tehát, hogy vagy ha két ellentétes oldal harcol egymással. Mert igen, akkor fele, most 21 fokot kapunk itt a stúdióban, ez ha így marad, ez élhető.
Ez élhető. Az ilyen jó lesz. De te bekészültél kabáttal? Én nekem itt van minden. Én hoztam a téli kabátomat, kesztyű, sapka. Igen, a tavés, mikor játszottuk, hideg lett. Én tehát, hogy igen, volt, amikor le tudták hűteni rendesen, az csúnya volt. Azt nem szerettem annyira. Ott valahogy rájöttek arra, hogy egy irányba kell szavazni. Hűtsünk, és elkezdte mindenki hűteni. És akkor tényleg hideg lett. De most a 21 az jó, azt ti is látjátok, hogy hány fok van, meg mi is mondani fogjuk. Majd összezavarunk benneteket, hogy hűtsetek vagy hűtsetek. Csak az, hogy ti is meg tudjátok nézni a rádió egy oldalán. Jó? Állítólag ilyen hányos rosszul létre jó a hűvös. Az egyébként jót tesz. Igen. Ez jót fog tenni. A befosolba lévő a hideg lesz. Azon már túl vagyunk. És hát elfelejtsük el, hogy a szavazók között 9:40-kor minden nap ki fogunk sorsolni egy Daikin klímát. Bizonyám. Minden nap sorsolunk? Persze. Azért ez menő. A napi állítgatók között. Külső-belső egységet adunk? Nem, most úgy döntöttük, hogy csak egy külsőt úgy, kap. Úgyhogy hétfőn a belsőt, és kedden pedig a távirányítót. Ha szerencséd van, akkor egy helyre jut. Így van. Vagy onnan indul a biznisz, tudod? A keddivel próbálj megegyezni, hogy neked mit van. Megadjuk majd a kontaktokat, és akkor majd összefésültétek ezt a dolgot, és egyébként pedig a legkreatívabb naphallgatója, az pedig a hétvégére megkap még egyet, tehát hogy pénteken még egy plusz klímát is ki fogunk sorsolni. Úgyhogy tényleg megéri szavazni, meg megéri odafigyelni a játékra, meg megéri tekergetni azt a termosztátot. Már kezdik is. Már egyébként durván bekezdték, mert 19 van. Ezedre csapok a másik oldalon. Indultunk lefelé. Jó, aki szeret minket, az nyomja a fölfele gombot. Jó, mert nem akarok nagyon hideget. Igen. Így is küzdök. Vetközni könnyebb, mint öltözködni. Igen. Így is szakad Balázsról a víz. Fú, gyerekek, hát nem ma fogom futni a maratont, ez egész biztos. Odavágott ez a kúra kicsit. Igen, a sport teljesítményedet az most nem érd ezen a héten. Konkrétan ki kéne mennem a konyhába lihegni, le kéne ülnöm. Szóljál, kitollak, görgös a szék, abban hova menned kell. Az lesz. Így csinálsz, egyiket fölemmel, felko, már viszlek is. Muszáj, ennem valamit majd. Jó. Oké, na játszunk egyet, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Hello, Viktor. Mi a Vektor, Viktor? Honnan hívtál minket? Hát itt éppen München felé tartok, már itt vagyok. München? Majdnem egy, hát igen, egy fél óra. De Viktor, ti is? Itt vagyok. És mit csinálsz Münchenben? Reptérjáró szállítás, kamionozom. Nagyon jó. Akkor nem. De kancsa parmázol te is, Viktor, mert annyi lendület van benned, mint Balázsban. Olyan lassan válaszolunk. Kancsa karmázol. Hát... igen. Reggel van még. Reggel van még, igen, egész így elvezettem, úgyhogy... Nem vagyok a legfrissebb, de igyekszem. Nagyon jó. Ki a soros nálunk, gyerekek? Én. Jani a soros. Jani a Gyuri. Jani a Gyuri most bácsi. Jani a Gyuri Vadon bácsi. Gyuri. Vadon Gyuri játszik most. Oké. Okay. Nézzünk akkor majd mindjárt Zsülci belépés, akkor megnézzük a százalékokat. Hát... Nem állunk túl jól, igen. Nem tudjuk már behozni, így nagyon úgy néz ki, hogy Feri behúzza. Hát, hogy nem, ha ti most csak nyertek, én meg csak veszítek még. Ja, már csak ez a hét van, mi? Ez a egyet játszom már csak. Aha, tehát igazából ebbe a körforgóba ez a rossz, hogy nem tudunk valami. Most megbeszéltünk 5-5-4, 5-5-5 így állunk. Uh-huh. Csak a becsületünkért. Igen, Jani Bali 80% és Feri 100%-on van. Na, akkor Jani a soros, tehát őt kaptad, Viktor, jó így? Jó, nagyon jó. Nagyon szereted már a Jani? Igen, egyébként őt választottam volna. Tényleg, engem választottam volna? Na, ez jó, látod. Ez megtisztelő. Így van. Jó. Oké, induljunk akkor? Mert. Na, akkor 3-2-1 és hajrá. Mondtad már, hogy mivel foglalkozol? Már mondtam, kamionozom. Kamionsofőr. Reptériáló szállítás. Így van. Régóta tolod? Hát már egy jó pár éve. Négy-öt. Szereted is csinálni, vagy? Csak jobb hiány. Én szeretem. Szeretek vezetni. Előtte mit csináltam? Főleg ez az éjszakai vezetés. Gépbeállító voltam egy fröccsöntő üzemben. Ez azért jobb? Határozottan. Uh-huh. Jogsid is van? Akad egy pár. Egy pár? Sok van? Több van? Hát kategória több van. Milyen kategóriák vannak? Neked? A, B, C, D... E, F, G, H. Milyenek vannak? A nincs. B, C, D és B, C, E. E D az nincs. A legjobb? Az E az a nehéz pótkocsi. Az De az is van neked. Van bizony. Itt a vége. Itt a vége. Megvagy.
Kusz a végem. Hát ez gyors volt. Mentetek előre, hát mind egy, a ketten. Nem volt gyors, egy perc volt. Elment, egy perc volt, igen. Igen. Elment ez gyorsan. Igazából? Elröppent. 66,67%-ra csúszott vissza, Jani. 6 játék, 4 győzelem, 2 veszteség, így állunk jelen pillanatban. Jani már biztos, hogy nem tud nyerni ebben a hónapban. Ahogy én sem. Se. Elharagudjatok. Viktor, van egy ajándékcsomagod. Gratulálunk, küldünk egy ajándékcsomagot. Nagyon jó. Örülök neki. Jó. Már régóta próbálkozom. Na igen, régóta próbálkoztál? Igen, igen. Jó, de hát nehéz, nehéz. Ezt előbb kell. Gondolom, sokan nem tudnak. Igen, Viktor a soros ellen végre írta valaki. Viktorkám, köszi a játékot, vigyázz magadra, küldjük a csomagot. Köszi. Én köszönöm, sziasztok, szia, szia. Ciao, 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 ciao. Papírforma írja Attila. Hát nem volt ez papírforma, jó meccs volt még. Én reménykedtem egy ilyen 50. másodpercél elfáradó játékosban, aki talán kimond valamit, de megingathatatlan volt. Most taktikát változtattam, tehát nem a pitbullos vonal volt. Nem, most ilyen lazán toltad, igen. Próbáltam meg, hogy beszélgetünk, jobba vagyunk. Érdeklődünk. Érsze. Ez se jött be. Nem. De igazából a kettő kaszpont. Az a közös vonás, hogy egyik se jött, mert a kettőt elbuktam. Lehet, hogy maradni kell a pitbullnál, mert nem az eddigi eredmény alapján jó volt. Igen, harapnod kell, ma nem haraptál annyira. Nem, olyan kis lájtos anyomtad. Gondoltam, hogy pont lehet, hogy ez lesz a jó taktika vele szembe, Viktorral szembe. Igen. De nem. Bocsi, biztosan én vagyok a béna, de nem tudok regisztrálni, az oldalt meg nem találtam. Rádió egy Hooper Daikin, ott nem kell regisztrálni, csak a regisztrációt nem találom. Kell egyáltalán regisztrálni, gyerekek? Hát egyébként hogy nyersz, ha nem tudjuk, hogy ki tekerte a... Ja, hogyha nem tudjuk, hogy ki nyomkodta. Ugye? Meg kell adni adatokat, hogy vissza tudjunk hívni benneteket majd 9 óra után valamikor, hogy ki lesz a mai klíma. Na, ez az. Na, hellóztok. Na, hello. Na, bejön ez a felület, amit mondtál, és akkor van egy középpen egy ilyen kis kör alakú felület, ahogy bejön, egy kör alakú gomb, arra rábök, és akkor jön ki az az ablak, ahol regisztrálni kell. Lehet, hogy ezért nem találja a hallgató. Jó, tehát bejön ez a Daikines oldal. És akkor a plusz-minuszra mész rá, erre a nagy körre? A regisztráció után. Ja, a regisztráció után. Aha, tök jó. Akkor ott tudtok regisztrálni, és akkor... És ma már hívunk is valakit, Feri már felvette a kesztyűjét. Persze. Egyébként kezd csipős lenni. Mondom, hogy 16 fokra vittétek le, és a klíma, ami nyomja a hideget, az itt van fölöttem, nekem jön a kezemre, nekem nem lesz ízületes a kezem. Azért, mert ti szórakoztok. Gondoljátok. Azért, mert nyerni akartok. Most 17, úgyhogy egy kicsit megkegyelmeztek rajtunk. Jó, fontos, tehát, hogy egy irányba menjetek, akkor fog csökkenni a hőmérséklet, mert a fele szavaz arra, hogy csökkenjen a felhőmérséklet, akkor egy helybe állunk. Tehát, neked van kabátod? Én nem hoztam ma semmit. Sapka, sár? Ez nagyon okosan egy szápolóba jött. Egy szápolóba. Jó, de gyerekek, a hideg a legkisebb bajom most. Kegyen meg a szíved. A túlélés annál fontosabb. A túl kell élnem ezt a 3-4 napot még, ami van ebből. A hideg az most a legkevesebb. Egyébként gyerekek, 6-7 fokos a víz, hétvégén megfürödtem. Már egészen összehasonlíthatatlanul más, mint a 3-4 fokos. Tehát hogy ebben már tudsz úgy benne lenni, hogy úszni benne rendesen. Tehát ez már egészen. Jó, azért nem volt így, hogy úszunk még egy már nem sietsz annyira. Tehát, hogy már úgy benne voltam egy 4-5 percet. Ez már nem annyira nincs vészes. Nincs ez a pánik feeling. Nem, már nem fáj annyira a lábad se. Tehát ez nem számolod visszafele a másodperceket. Nem, Csiófoknál megnéztem, 7 fokos volt szombaton, amikor bementem. Sőt, van ahol 87, nem tudom mitől függ egyébként, gondolom vízmélység. Tehát a déli parton egy kicsit talán melegem. És amikor kijött egy teszthelynél, akkor már egész jó voltál. Igen. Felúsztam magam ezen a 3 fokban, 1,5 kilométert átúsznak, ez annyira. Hogy? Hát lefogsz. Szoktatás. Okay. Az egy hónapok, évek, mire eljutsz oda. Gondoltam rád, mert láttam egy ilyen jég alatt úszó arcot. Kemény volt egyébként, áttetsző volt a jég, tehát lehetett végig látni a srácot, az volt ugye a lényeg az egész, hogy mit tudom én, egy ilyen 30 métert kellett úszni, vagy 20 métert kellett úsznia két lég között. És ugye vitt magával egy ilyen biztonsági zsinort, hogy ez nehogy eltévedjen, de eltévedt. Az nagyon durva volt, hogy... Azt láttam én is, szerintem, aztán a kötélre visszajön, igen, elkezdi keresni, nem találja a léket. Egy méterre volt a légtől, fogalma nem volt róla, hogy hol van, a többiek már elkezdték lábbal törni a jeget, hogy esetleg baj legyen, és gyorsan elkezdték visszahúzni, és visszahúzták a kiindulási pontra. Igen, láttam. Kijött a srác, nem tűnt túl nyugodtnak.
Igen. Te se lennél nagyon nyugodt, hogy nincs meg a kijárat. Én se, de én mondjuk nem csinálok ilyeneket. Nem is mész. Van, tehát viszonylag keveset kockáztatok a jég alatt. Igen, képzeljétek, most ilyen rozmár klubok hívnak, hogy menjek velük fürdeni. Uh-huh. A sokadik ilyen megkeresés jött is, tehát, hogy itt fürdünk a Balcsiba, ott használt ki, gyere velünk, 5 fokos, még egy utolsó, de elkezd melegedni. Most hétvégén is kaptam 2 meghívást. Ilyen rozmár kluboknak hívják. Engem akár cosplayes lányok. Az se rossz egyébként. Kinek mi jut? Kinek mi jut? És úgy érezt mondják, gyere velünk fürdeni. Gyere még most, mert utána vállalhatatlanul meleg lesz. Az már nem annyira. Igen, azért hív most mindenki, mert már lassan vége a szezonjuknak. Igen. Jól van, hiába kattingatok a körre, nem jön a regisztrációs ablak, semmi gond nincsen. Szerintem fogyogott egy picit. Valószínűleg sokan is vagyunk most fönt, igen. 38-ok beállítva, köszönjük a kegyességet, egyelőre ez nem 6, 15 foknál vagyunk jelen pillanatban. Ha nagyon lebetegítek minket, akkor nem fogunk tudni jönni, csak mondom, hogy akkor viszont... Holnapra az egész brigád otthon. Az egész brigád hazavágja magát. Igen, 4-es út, 209-es kilométer Debrecen felé, olyan hideg, hogy lefagyott a tököm. Köszönöm, Fosos, hogy beolvastad. Fosos? Így hívnak. Tehát ha Balázsnak írtok SMS-t, akkor kezdjétek így nyugodtan. Hello, Fosos. Igen. Na, jövünk mindjárt. Jó, van friss közlekedés. Küldjetek 7 perc, pontosan 7 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Egész korán itt vagyunk, már 7 óra után, 5 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Hello. Adunk élőt is, ahogy szenvedünk? Még nem adunk élőt, jó, nem baj, most egész jól vagyunk, 18 fok a hőmérséklet, úgyhogy ezzel nincs akkora probléma. De, 22, légy. Egy kicsit vigyétek föl, gyorsan egy kicsit segítség, hogy hol lehet regisztrálni, mert látjuk, hogy sutáskodtok, de ez nem baj. Azért vagyunk, hogy segítsünk, tehát ez, egyáltalán ne vegyétek magatokra. A plusz-minusz gomb között van egy kicsi kör. Kis kör. Jó. Tehát nem a nagy körre kell menni, hanem a hőmérséklet alatt van egy kis kör, és arra rámetszik. Jól el van rejtve. Hát meg kell küzdeni a klímáért. Meg kell keresni. Tehát fölmész ugye a rádió egy honlapjára, ott látod a játékot, látod, hogy hány fok van. Oké, ott van, hogy rá akarsz adni, vagy nem akarsz ráadni. Először ráadod a fokot, vagy elveszel belőle, attól függ, hogy mit szeretnél. És utána szépen ráugrasz a kicsi körre a fok alatt. És ha rámentél a kicsi körre, miután adtál rá fokot, vagy elvettél, akkor elvileg ott meg kell lenni egy regisztrációs felületnek, ha minden igaz. Jó, és akkor ott szépen beírod a nevedet, az e-mail címedet, a telefonszámodat, és elfogadod a szabályzatot, ennyi az egész. És akkor reménykedsz benne, hogy te nyerjél egy klímát majd az adás legvégén, egy gyönyörű Daikin klímát. Gyerekek, a Zsül már 4-szer regisztrált, így van. Tehát már most negyedjére mutatja. Az egész család be van regisztrálva. Igen, úgyhogy ha ő meg tudja csinálni, akkor ti is. Otthon már nagyon, otthon nagyon meleg van nyáron, úgyhogy igen. Panelban laknak, 3 klímát szeretné legalább szobánként, úgyhogy dolgozik rajta, de nem bonyolult a történet. Jó, M0-ás gyár térségében az M5 felé kiégett egy teherautó, nagy torlódás Pécelnél a sor vége, bámészkodás miatt. Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. 4-es út, 209-es kilométer Debrecen felé, olyan hideg, hogy lefagy a tököm. Norman ezt elküldte nekünk, aranyos vagy, köszönjük szépen. Nézem. Okéka. Igen, beszélünk ma Will Smith ügyéről mindenféleképpen, gyerekek. Hívjuk, igen. Filmes elemzőnket is rácsörgünk majd. Chris Rockot. Chris Rockot, de menő lenne ilyet csinálni, igen. Fejük Chris Rockot, és a vonal másik oldalán. Hát ha azt biztos megcsinál. Itt van Will Smith. Hívjuk majd Dudás Viktor filmszakértőnket is, mert hogy ugye bunyó volt az Oscar gálán, és nem egy megjátszott bunyó, nem egy, hát egy ilyen előre megbeszélt, na most akkor én fölmegyek a színpadra és leverek neked, hanem Will Smith felment, ez és mivel komoly volt ez a sztori. Chris Rock ugye a feleségét a szájára vette, poénkodott, lekevert neki egyet, egy jó nagy csattaros pofont, és hát megnéztem tényleg többször a dolgot, először szent meggyőződésem volt, hogy kamu a történet, de nem, látszik Chris Rock arcán a meglepődés, a csattanás, tehát hogy az, és utána még Will Smith arcán lehet látni azért a bekiabálás, bár nyilván egy jó színész azt is eljátsza, hogy dühös, tehát, hogy, de valószínűleg nem egy előre megírt jelenet, ez most már egyre többen gondoljuk, hogy végre valami izgalmas. Igen, mert és ők kevésbé maníros az Oscar gálán. Ők amúgy jobban vannak egymással, vagy jobban voltak egymással, és szerintem ez a másiknak az osztása, savazása, kóstolgatása, ez simán benne van a pakliban, meg akár a családtagok is, csak ugye Will Smithnek beteg a felesége, tehát nem azért kezdett el hullani a haja, mert nem tudom mit, hanem kipróbált. Igen, de azért ezt meg viszont nem biztos, hogy tudnia kell a Chris Rocknak, nem? Hát azért egy betegség az egy magájellegű dolog, nem?
Szerintem... Vagy ezek, az köztudott, hát hogy ezek... közt lenyilatkozták? Hát én nem vagyok annyira... Nem nagyon mi se Will Smith felesége után, de szerintem azért ott azt, vagy nem is nézi át senki ezeket a beszédeket, mielőtt felengedik a színpadra az embereket? Hát az egy jó kérdés, igen, hogy van-e valamilyen fórum, ahol ezt ő leellenőrzi, vagy megnézik a dolgot. Mindenesetre ez most nem kamu, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon csattan a pofon, és nagyon mérges volt a Will Smith, utána ő elnézést is kért ezért. És elmondta, hogy Denzel Washington nyugtatta ugye a színfalak mögött, hogy nyugi. Na, de, igen, hogy nem, Denzel Washington volt az, aki mondta neki, hogy figyelj, told be, ez nagyon jó. Nyugodtan, igen. Fekete-fekete érdemnek mindig nagy a hírértéke. Igen, egy megszapulhatjuk, érted? És akkor most, na jó, nem menjünk ebbe bele, de majd megbeszéljük, mert egy csomó kérdésem van az ügyel kapcsolatban. Jó. Tehát ki az a Will Smith? Egyrészt ki az a Will Smith, kettő, hogy én még mindig nem néztem meg, mert az HBO adja az ő szerén a Williams-es filmjét. És nekem, mint teniszrajongónak ezt illene, amiről megkapta. Csak annyira nem érdekelnek a szerén a lányok, igazából. Hogy na jó, de hát itt az apukáról van szó. Ő se érdekel. Egyetlen egy dolognak drukkolok, hogy Serena Williams végre férfi kategóriába elindulhasson. És ott is első lesz. Olyan jó lenne, ha lenne igazság a földön, hogy Serena Williams végre ott indulhatna, ami ő valójában férfi. Tehát ez az egy, én nem nagyon szeretem a hát nőjét. Most nem azért mondom, de például Serena Williamsnek sokkal kidolgozottabb és durvább izomzata, mint mondjuk a medvegye. Hát azt mondom, hogy végre induljon ott, ahova való. És vállalja föl, hogy kuki van a puniba. Tehát ezzel nincsen semmi baj, de nők között elindítani Serena Williams az legalább akkora, mint egy transzúszót, amiről beszéltünk a múlt héten. Igazságtalanság a több idővel. Igen, fölfele ugrana, tudod? Tessék? De így, mert ugye az úszónál simán az volt, simán top 10-es játékos lenne. Erről beszélek, hogy ő oda is odaérne. Simán, 210-el adogat, nagyobbakat adogat, mint Nadal, érted? Tehát, hogy nem akar Serena Williams pofont kapni, miután felbőszítetted valami kis. De ő a családi vacsora. De nagyon jó a film állítólag. Reggeliknél ő kétszer kért, miközben Vénusz csak egyszer. Mert hogy Vénusz meg ilyen törékeny jobban tudott felszívódni a szteroid, amivel letett. Ja, hát nézd meg az arcát, az állkapcsát, hogy ő hogy nézett ki 20 évvel ezelőtt, hogy kiszélesedett. Hát ezért az ez... nem azért van, mert szereti a kétszer sültet. Ez azért van, mert az amerikai sportdiplomácia áll mögötte, nagyon sok pénzt hoz a női tenisznek, nem akarják nagyon megbuktatni, mert az senkinek nem érdeke, de hát azért azt láthatod, azt a fajta állkapocs átalakulást, hogy a növekedési hormont szétszélesedik az állkapcsa. Hát ez nem így nézett ki. Nézek 20 évesen a Serena Williams, nem ismernéd meg, hogy ez ő. Na jó, de 210-zel vágja be úgy, ha élted a szervát keresztbe, fonákra, hogy sansztalan vagy. Így van, hogy egy labda szedet telibeverve el, akkor márnak harangoztak. Na gyerekek, egy kicsit kapcsoljuk Hollandiát, mert hogy ami drága Valko eszterünk, emlékeztek még ezt círe, ugye? Igen, RTL-es volt. Kint élnek, és elkaptunk egy posztot, hogy őket is megérintette az ukrán-orosz konfliktus. Mióta kitört a háború, írt egy hosszú posztot arról, hogy milyen típusú áremelkedések vannak Hollandiában, és tehát egészen, ugye ott is vannak a háború ellenes tüntetések, és abban arról panaszkodott, hogy az 1970-es évek óta volt utoljára ekkora infláció, a gázár, a gyümölcs, az étel, mindennek iszonyatosan megy föl az ára. És gondoltuk csak úgy egy kicsi kíváncsiság, hogy az ember eloszlassa a saját szorongását, ezért ez nem csak így jellemző Magyarországon, hanem világviszonylatban most mindenhol van ez a tendencia. Rácsörgünk eszerre, hogy meséljen nekünk a holland létről, és arról, hogy miben érzik ők. Mert ők azért egy kicsit távolabb vannak, ugye? Hát szerencsésebbek történelmileg, de hát a gazdasági hatások nyilván nem maradnak el ott sem. És azt mondja, hogy négyszeresére nőtt a gázszámlájuk. Hát ezt hoppa. Te tudod, Feri, hogy ez milyen érzés, ugye? Nem hatósági sap. Remek érzés. Már majdnem elfelejtetted, közül, tudod, ha már elfelejtetted, hogy éttermes vagy, és nagyipari fogyasztónak számítani. Csak háromszoros. Igen, és hát, hogy minden nagyon-nagyon durván emelkedik. Ugye, hát erről mi sokat beszéltünk különböző elemzőkkel, a gazdasági helyzetet, a háború gazdasági hatásait elemezgettük, fogjuk még elemezni, beszélünk erről sokat. Itt volt egy portfólióelemző, aki elmondta, hogy miért megy föl a földgáz, mi történik a kőolajjal, annak ellenére, hogy az oroszok azért küldik, de hát, hogy mi történik és mi várható. Úgyhogy gondoltuk, ezért rácsörgünk Eszterre, aki már itt is van velünk. Hello Eszter, jó reggelt! Egy kis holland kitekintés, ciao. Jó reggelt! Hello! Melyik település? Hú, de hideg van, majd meghagyunk. Igen? Ja, spóroltok? Lekapcsoltátok? Te hol vagy, Eszter? Melyik településem? Hát ez egy város. Lefalut. Nem, Groningen, ez igazából a legészakibb része Hollandiának.
Legészakibb része. Tehát innen kezdem át, csak a tengerben. Aha. Jó. Figyelj, tudtok esetleg hősugárzóval fűteni, gondolkoztok esetleg egy kályhán, hogy fát vesztek, és akkor beszereltek egy kályhát utólag kéménnyel, mert hogy háromszorosára vagy négyszeresére ment a gáz? Hát figyelj, az van, hogy a mi számlánk az abszolút négyszeres, tehát hogy teljesen múlt évhez képest négyszer annyiba kerül, mondjuk 20 négyzetméterrel nagyobb lakásban lakunk, ami mondjuk nem egy olyan óriási különbség szerintem, tehát nem indokolt a négyszeres különbség, de miután ugye elköltöztünk arról a helyről, ahol eddig laktunk, és új szerződést kötöttünk, mi már az új árakkal kaptuk meg ezt a kis kellemes összeget, mert aki régi szerződéssel van még, annak ugyanannyi, mint volt. De hát majd nyilván az év végén ők is megkapják a számlát, tehát hátra van még a fekete leves mindenki számára. Ja, mert hogy Hollandiában úgy, hogyha elmész és új lakásba mész, akkor ott előre elmondják, hogy mennyi a rezsi, az nem attól függ, hogy te mennyit fogyasztasz? Nem, van egy ilyen alap. Nem, hát természetesen attól függ, de hogy az árak már ugye folyamatosan drágulnak, de aki még régebben kötötte meg a szerződését, tehát még a drágulás előtt, annak elvileg még ugyanannyit kell fizetni, de nem akarok óriási nagy butaságokat mondani, de azt tudja, hogy mi az új szerződésünkkel már egy új tarifát kaptunk, így mondom. Aha. Volt-e már olyan, hogy kesztyűben sálba... Petire is bólogat nagyon. Peti bólogat. Kesztyűben sálba mulatjátok a délután, esetleg, ne adj Isten, heti egy fürdéssel redukáltátok a dolgot, nagyon összebújtok a paplan alatt, és kiadszóbb éjszakára legalább leveszitek. Hol tud az ember egy kicsit spórolni? Hát mondjuk most az tök jó, hogy itt is szuper jó idő van, tehát napközben nem nagyon kell fűteni, mert felfűti a napocska, 22 fok, 23 fokos az apartman, de alapvetően szerintem nem tudsz spórolni, tehát hogy ez van. Mindenkinek fűteni kell valamilyen szint, de hát nyilván miért így... Én ezt így említettem, kaptam fűt, meg fát, meg minden hideget, meleget. Nem szabad úszsz a magyar kommentelőktől, azt ne gondold. De kicsit meg is van rogyva a hangod, emiatt? Vagy fölébresztettünk? Kicsit olyan szomorkásnak tűnsz, vagy olyan, vagy nagyon fázol már. És Peti rácsap a kezedre, amikor a konvektor be akarod kapcsolni. 16-ról 17-re? Igen. Igen. Na, hogy te blogolsz, ugye a holland életből, vagy életről, te írsz, vezetsz egy blogot. Hát igen, elkezdtem, milyen kis gyerekcipőben járó YouTube csatornám van még, de szerintem kezd alakulni, és egyébként mindenről, ami ilyen aktuális dolog, arról is szeretek így beszámolgatni. Én gondoltam, csináljak már valami kreatívat, ha már itt vagyok. Mennyi a fapapucs, mennyi a holland sajt, mennyi a tulipánhagyma. Mennyi a tulipánhagyma. Hát vagy éppen, hát mondjuk éppen a tulipán az kimarad, de hát majd remélem, hogy az is lesz. De egyébként pont ezért jöttek elő ezek az árak is, hogy mennyibe kerül, főleg, hogy a gáz mennyibe kerül, mert hogy csomóan kérdezték, hogy ez hogy van Hollandiában, meg egy háborús helyzet, meg és írták a kommentelők, hogy kimentél Hollandiába panaszkodni, gyere inkább vissza Zaborba például, és gondolkodj rajta, hogy itt milyenek a gázok. Hát persze, mondták, hogy hát szerintük akkor nekem így igazából semmi sem jó, és hogy mi lenne, hogyha hazamennék. De hát ez így nem ennyire finoman fogalmazták meg egyesek, de egyébként hát nyilván nem ez a jellemző, tehát hogy tök cukik, meg tök jó fej kommentelők vannak, de hát az ember mindig a rosszat jegyzi meg. Bárhol mész a világon, ha blogot viszel, akkor számíthatsz azért a magyar kommentelők jó indulatára, szeretetére, hogy azért gondolnak rád, és veled vannak. Na jó, de írják, hogy legalább a fű olcsó. Legalább a fű olcsó, nem? Uh-huh. Tehát, hogy drága a gáz, de legalább a fű olcsó. Pikás süteményeket lehet kapni. Igen. Legális ott nálatok, ahol vagytok egyébként? Tehát beülhetek én egy kávésóba, és elszívhatok egy cigarettát, ha úgy tartja kedvem? Vagy ez inkább csak Amsterdam és környékére jellemző, ahol ti vagytok, ott ez abszolút tilos? Nem, ugyanaz van, mint Amsterdamban, de megmondom őszintén,
mióta a Simi megvan, nem jártunk ilyen helyen. Tehát, hogy inkább otthon szívtok. Nyugasztívem. Most beülni, mert egy kávésóba egyszer. Persze, most a gyerek eltologatja ott a lepkéjét, hát nincs ezzel. Nincs ezzel. Jobban alszik ő is ezt. Igen. Mekkora már a gyerek? Hány éves? 3 éves lesz, május 23-án. Azt a mindegy. Hát akkor lassan kezdi a holland óvodát, vagy ott is ilyen 3 év körül küldik őket kötelezően óviba, vagy ott hogy működik? Igazából, hogy nincsen külön választva az óvoda meg a bölcsőde, tehát ez így egybe van. És csak az iskola, ami ilyen leválasztott része, már ami 4 éves korban kezdődik. Tehát ő már jár ilyen óvoda bölcsőde mixbe, és... Hát most már nézzék el iskolákat, mert iszonyatosan nagy a várólista. Most is voltam egy helyen, fú, hát oda biztos nem megy, ilyen földműves képző. Na, mi az a baj? Hát 3,5 évesen beadod a földműves képzőbe, érted? Így van. Ne sajnálna a földműves bőleket, kapsz a momentelőktől. Igen. De 3,5 évesen már iskolát kell választanod ahhoz, hogy 6-7 évesen a gyerek valahova beférjen? Nem, mert 4 évesen kell, hogy menjen. Ja, tehát nem pont, tehát itt nem úgy van, hogy mikor 4 évet betölti, akkor rohanni kell vele az iskolába, de hogy 5 éves koráig bezárólag neki el kell kezdeni az iskolát kötelezőképpen, és azért kell már most nézni az iskolákat, mert van olyan suli, ahol 4 év a várakozási idő, ami mondjuk nyilván vicc, de megszületett a gyerek, és megkeressük az iskolát, de hát igen, tehát már most kell nézni, hogy hova menjen. És nem akarod, hogy tulipán termesztő legyen belőle? Tuki lenne, de szerintem még erre simán van esélye, tehát hogy bármilyen súlyban megy, de gondoltam, hogy azért mégis kezdjük egy jobb helyen. Igen, hát aztán a végén még lehet azért. Hát persze, simán lehet. Szélmalom szerelő is akár. Figyelj, mennyi a benzin, kérdezik kint. Most lehet, hogy olyan adat, amit így nem tudsz fejből, de van emléked arra, amikor tankoltál, hogy mennyire adják most körülbelül? Peti, mennyi a benzin? Van emléke a Petinek. Most már adásban vagyok, fiam. Annyi a benzin itt, mint Európában? Aha. A beszélgetésed. Európában vagy, Peti, te is Európában vagy. Európa az egy tág fogalom. Annyi, mint Európában. Jó. Tehát olyan más... 2-2. Megnézte a neten. Azt mondja, hogy ennyi lesz otthon, és várjatok. Nem irigykedni még, várjál. Még májusig még kajánvigyóra megyünk be a kutakhoz. Legalább a nagy multikhoz. Hazajár egyébként a Peti tankolni? Szóval, amíg másikban járt laktunk, ami ugye Dél-Hollandia, akkor folyamatosan átjárt Belgiumba tankolni, mert ott olcsó volt, azt hiszem 20 centtel. Hát az abszolút megéri. Hát azért az 20 cent, tehát sokszor 20 cent azért az is összeáll egy-két. Élemes srác, euróra 20 cent. Abszolút. Érzitek egyébként ilyen alapélelmiszer árakban is a növekedést? Oké, hogy a gáz növekedett, de mit tudom én, zöldség, gyümölcs, sajt, húsárú lehet érezni a pénztárcátokon, hogy minden nagyon megdrágul? Soványabb a fondű? Hát a minősége a kajáknak nem soványabb, de hogy meg nem rosszabb, de minden drágább. Tehát, hogy pont valamilyen vajas példával éltem, de már nem emlékszem, de szerintem egy ilyen egy hónap alatt ilyen kb. Egy euróval lett drágább. Na mindegy, azt mondja Pető, hogy 15-20%-os az infláció. 15-20%? Aha. Jó, no, nem az infláció. Hülyeségeket beszél, akkor mondjad apukám, hogy mi. Milyen békésen együtt értek. A hallgatók kérdezik, hogy Peti biztos tud róla, hogy a vörös lámpás negyedben is árobbanás volt? Igen, tud-e segíteni ebben, Peti? Peti volt. Sokszor sétálunk arra, olyan aranyos. De miért, szintén ott is van ilyen állatok? Ez mindenhol Hollandiában? Tehát minden városban, igen? Hmm. Azt nem tudom, hogy minden városban van-e, de itt Groningenben van. És hát mondjuk nem olyan hangulatos szerintem, mint Amsterdamban, már a kinézetre, úgy mondom, nem azért, mert oda járunk. De hát ilyen jó pofa, hogy ilyen piros lámpa van ott is minden egyes ajtó előtt, és hogyha foglalt, akkor piros a néka, pedig nem, akkor szabad. És ez is ilyen kirakatos, hogy ott a kirakatban vannak a lányok, és akkor úgy lehet választani?
Hát úgy igen, hogy ott áldogálnak. Hát kérdezz meg Petit, hogyha nem tudom. Áldogálnak a kirakatban, és akkor ha bemész, akkor ő eltűnik a kirakatból, lemegy a roló, és akkor ott akcióban rendül. Szar, ha ráfekszel a redőny távirányítójára, és fölmegy a roló, az kellemetlen. És volt olyan, hogy Petivel sétáltatok, és valamelyik lány nagyon hevesen elkezdett neki integetni? Szia, megint erre! De rég láttalak. Ki az új csajod? Ne, Peti nem olyan. Nem, Peti nem, egy nem, gyerek. Nem. Például, és apukája nagyon megdöbbent. Figyelj. Lady D. Van egy Lady D. Ebben azt mondja Peti, az egyik ilyen piros lámpás házban. De csak hallott egy haveriától. Igen. Tüntetnek a hollandok a háború ellen? Egyébként egyszer vannak tüntetések, ők felszólalnak, érdekli őket, hogy mi történik? Hát tőlük azért ez egy kicsit arrébb van, nyilván az árakban érzik, de hát nem szomszédosak. Vannak háború ellenes tüntetések? Persze, de mondjuk azért nem mennek fejjel leszegve az utcán, tehát nem szomorkodnak nap, mint nap, de az biztos, hogy vannak tüntetések. Amsterdamban is volt egy több nagy tüntetés, de nem akarok mondani számokat, mert én azt hittem, hogy 15 ezeren voltak kint, de állítólag végül csak 6 ezeren tüntettek a háború ellen, nem tudom, mennyien voltak pontosan. Meg nagyon sok gyűjtést szerveznek. A hollandok nagyon nagyvonalúak ilyen szempontból. Tehát, hogyha valaki bajban van, akkor azonnal gyűjtenek. És mindenféle koncerteket adnak, ott is minden befolyó össze, ugye, megy a rászorultaknak, úgyhogy azért vannak itt akció bőven, csak nem, úgy nem érinti az emberek mindenféle, tehát nincsen úgymond rettegés. Aha, hát azért az egy kicsit arrébb van, persze, inkább az árakban lehet ezt érezni. Hát azok komolyak, de szerintem ez ne legyen így, de így lesz mindenhol. Mondjad? Ja, azt mondja Peti, de a keresett is jobb egy kicsit. Ahhoz kell mérni. Hát meg ha nagyon-nagyon nagy a baj, akkor maximum hazajöttök. Bár most tulajdonképpen hát sokat nem nyertek vele, mert lassan az albérletárak meg az infláció az hasonló helyzetben van itthon is. Jól van, ezt... Mibe kerül egy albérlet? Egy albérlet? Hát figyeld, azért ez függött, nem tudom, nem vagyok ott albérlet. Hol van, helyszín 150-től indul nagyjából, igen, hát megemelkedett az is. Meg attól függ, hogy melyik része a városnak. 150, igen. Ezer. Magyar forint, nem holland. Igen, magyar forint, ez fontos. Eszterként puszilunk, Petikét üdvözöljük, mondd meg neki, jó? Kicsit akadozik a vonal. Jó? Jaj, na jó, köszönöm, hogy hívtatok, puszi, és mindenkinek minden jót, sziasztok. Ne törődj a kommentelőkkel, ne legyen rossz kedved. Ne. Most azért ne hagyd abba. Nincsen. Két poszt után. Most már jó kedvem, hogy na jó, van, sziasztok. Puszi. Nagyon meggyőző volt, hogy gondolta, hogy most már jó kedvem. Mindent megtettem. Úgy küzdöttem, mint malac a jégen. Uh-huh. Nem tudok mit csinálni a riportalany hangulatával. Igen, ő zavarta, úgy, hogy fölhívtuk. De nekem ez kihívás kicsit volt. Azt mondtam, akkor se engedlek. Én megkérdezek mindent. Látom, rossz kedved van, nem tudom mi a baj. Én rosszul ébredtem, mi nem engedünk. Olyan voltam, mint egy kis csivava, aki úgy megy, és ott van a torkán, és akkor is kérdez. Én nem adtam föl. Mondtál nekik valamit a nyerőben annak idején? Vagy valami nem. Szerintem nem. Egyszerűen csak így most valahogy így. Bedurcizott a kommentelőkön, és megváltották a kommentelők, meg posztolt valamit, és nagyon rossz indulatú kommenteket kapott. A francba az egészen nem kéne ezzel törődni, de hát egyszer egy érzékeny lány. Nyilván bátották, hogy mit csinálsz ott, meg minek kellett oda menni, meg úgy kell neked, meg hülye magyar, meg így tudom, és ezen egy picit ő most így felhúzta magát, hogy kiírta ezt a posztot, hogy bizony Hollandiában is érezni az áremelkedést. Hát ezért hívtuk. Peti hogy... mindig a kis szobában sírt, tehát hogy mindig nem tudott a telefonhoz jönni, mert éppen egy százas zsebkendőt. Igen. Na jó van, gyerekek, megpróbáltuk. Meg. Hősies helytállás. Nem múlt. A hősies helytállás érdem keresztjét, azt kiérdemeltük ma reggel. Két hányás közben még azért te mentél. Volt elég bajom vasárnap, de most én még húztam. Mindjárt megyek a budira megint, de küzdöttem. Férfiasan. Egyél még egy sorspácikát. De csak egyet. Sajnos ez a kenyerem, ez a barna kenyér, ez elfogyott. Úgy reménykedtem benne, hogy még lesz. Te nem dugtál le való, vagy szeleted? Valami ilyen tusztűrő alá. Neked. De hova? Ben van a hűtőbe. A kenyér? Szerintem igen. De miért kell a kenyeret a hűtőbe? Azért, mert lassabban romlik meg. Igen, részben. Kenyeret a hűtőbe? Igen, meg te, rád te feltépve kint hagytad az asztalon, ahol egyébként 3 nap alatt megszárad.
Érted? Én ezt beraktam a hűtőbe becsomagolva, hogy neked legyen, amikor legközelebb jössz. Az, ha esetleg eltűnt, az nem rajtam múlik. Valaki rájár akkor a barna kenyérre. Muszáj lenne ennem egy szeretet, hogy életben maradjak. Na jövünk mindjárt, szavazatok. 21 fok van, úgyhogy bénák vagytok. Nagyon szupi, tök nyomik nagyon vagytok, szupi, nem tudjátok lezni a hőmérséklete 16 fok alá. Úgyhogy... Én ezért cuccoltam be mindenféle ilyen meleg holmikkal. Igen, na mindjárt várjál, mindjárt szavaznak. Jó, jövünk mindjárt, egy perc, pontosan 7:30, itt vagyunk a hírek után. Maga már egy erőszámokat is megmondhatná. Ja, ez az, nem csak itt a támogatás. 5 plusz 2, 50-ből, vagy hogy van valahogy így? Azt nem tudom, de azt tudom, hogy azok 16 valami. Millió euró, 14 millió euró, tehát olyan összegek vannak, hogy én nem is hiszem el, hogy ezt valaki megnyeri, és tényleg megnyeri, ilyen 10-20 milliárdokat nyernek. Ez az Eurojackpot, ez ugye, az, jól mondom? Ez az. Ott egy nyerés, és egyszer csak 20 milliárd van. Jani. Megjátszod? Igen. Volt már, nyertem. Mennyit? 1800 forint. De azért az durva. Tehát amikor nyersz szinte 20 millió eurót, meg 15 millió eurót, ott valami Joker számot is el kell találni, meg 5 plusz 2, igen, de láttam, hogy nem 90-ből 5-5, hanem 7-et, azt hiszem 50-ből, vagy valahogy valami ilyesmi a dolog. De azért az klassz lehet, mikor így nyersz, mit tudom én, 18 millió eurót, nem? Most 5,9 milliárd forint. Na, tessék, 16 millió a bruttó összeg, abból ugye lejön a nyereményadó, megkapsz, mit tudom, nem tudom, hány százalék most a nyereményadó, megkapsz egy 14 millió eurót, 13 millió eurót. Hát azért az... Máshogy nézel a nap felkeltére. Azért az gyönyörű. 16 millió euró. 16 millió euró, és még látod, hogy kicsit gyengül a forint is, ha szerencsét van. Jó, bruttó, így van. Mit visznek el belőle? Tudod, akkor már nincs is kedvem hozzá. Tehát így, hogy bruttó, már nincs is kedvem. Igen, a lényeg, hogy találjál el 50-ből 7 darab számot, vagy valahogy így van. Mennyi picit lejjebb zsűrűz, és akkor látjuk. 5-5. Tehát 50-ből 5-5. Így van. 50-ből 5-5, és akkor van ugye az a B, abból meg ugye 2-t kell eltalálnod. A 12-ből. 12-ből 2-t, igen. ASB oszlop van. Én nem szoktam játszani, de most azért kicsit megcsillant a szemed. Mi? Szerintem, ha lenne valaki, aki nyer, de elfeledkezik róla, az nem hagyja és bukik, azt az én vagyok. Igen. És egy hónappal később ránéznék, hogy atya úristen, megnyertem az Eurojackpotot. Nyertem, és hívnád a nagy nyertes vonalat, vagy nem tudom mi. Majd az Eurojackpot esetében nem tudom, hogy mit kell hívni, hiszen nincs benne rutinom sajnos, de azt tudom, hogy ugye a többinél mindig van ez az úgynevezett egy nagy nyertes vonal, amire rá kell csereg ugyanaz. Itt is ugyanaz, persze. Úgyhogy. Igen. Na jól van, gyerekek, hát köszönjük szépen, hogy ennyire hisznek a műsorban. Volt, mondom, egy 5 plusz 2 számot, ha átküldenek zárójelben. Volt már, csomószor már elviszi volt. Magyar, persze. Ennek is volt magyar nyertese. Igen. Azt hiszem valami 15 milliárd forint, vagy valami igaz. De jó lenne tudni, hogy mi van vele. Hogy úgy most úgy tudod, igen. Megnyerte két éve. Ő már nem akar rólunk tudni szerintem. Amerikában van, elköltözött, ingatlanokba fektette, és ugyanolyan életet él, eljátszotta, és rosszabb lett minden, kölcsönkértek, és elzüllött. Vagy ő sem vette át, és bebukta az igen, egészet. Elvált, és azóta Vegasban él, és nem tudom, póker játékokra jár, póker VB-ken indul, és hajózik. Tehát úgy, mi az evolúciója ennek, nem? Mi a, hogy is mondjam, csak tudjuk, sokat beszéltünk róla, hogy 10-ből 8-szor nem ér jó véget ez a történet. De hogy mondjuk egy ilyen 15 millió eurót megnyerő emberrel egyszer tudnánk beszélgetni. Bocs, hogy nem tudok, hogy valójában mi változott. Valójában mi változott. Éppen játszom, tehát hogy elnézést ne tartsatok föl. Na, ha már... Mondjak egy számot. Figyelj, egyébként akárhányszor szóba kerül, ezt most nagyon komolyan mondom, akárhányszor szóba kerül a lottó meg a lottó nyertesek, én abban a pillanatban játszom. Tehát, hogy így rögtön. De borzasztó rögtön. Lehet neked így reménykedni mindig, nem? Vagy ebben nincs nem. Egy ilyen reménykedés? Nem az. Nem? Nem fogod megnyerni valószínűleg soha. Nem, hogy igazából úgy vagyok ezzel, hogy ez egy ilyen bónusz az élettől. Tehát, hogyha nyerek, akkor azt így úgy kaptam. Semmi, igazából de nem baj, ha nem. Semmi. Tehát, hogy nem baj, ha nem. Nem görcsölök. De azért, tehát mit csinálnál 14 millió euróval? Beraknád a bankba, és ugyanúgy élnél. Úgy, tehát neked van a legkevesebb. Neked van a legkevésbé szükséged pénzre egyébként. Nyerje meg más, aki használná, aki élvezné. Nálad ott állna egy bankszámlán, és halálba szoronganád magad ettől az összegtől. Kiderül, és talán beruháznál egy kedvenc, mit tudom, sportmárkád melegítőjére. Ezt tudom a legdurább költekezésnek neked el. A francot a szponzorom is. Vagy most már arról, bocsánat, nem tudtam. De hogy... Tehát, hogy így, én nem látom, hogy a seggére csapsz, és azt mondod, hogy
Ej, gyere Móni, akkor világkörüli út, és akkor induljunk el, és akkor úgy belemegyünk. Lehet, hogy a Honda CR-V-t lecserélnétek egy újra. Miért cserélnek fel? Na, miért? Na. Na. Vagy ez mit tudom, én nem használtam benned a téli gumit, hanem beruháznál négy tényleg újra, nem keveset futott téli gumikkal. Vagy mit? Tehát, hogy ilyen változásokat látok, de azt gondolom, hogy ők hármunk közül mi jobban elvesznénk a Ferivel ebben. Tehát, figyelj, hogy te ugyanúgy dolog. Megmaradnál annak, aki vagy, meg ahogy élsz. Utazás. Semmi szükséged rá, ne állatvédelem. És egy várnak az ásatását finanszíroznám. Ez a három. Mondom, dolog hogy kidobott pénzt, legalábbis az utolsó. Hát ezért mondom, hogy ne nyerjél. Ennél azért. Jó, hogy nyerjél, de add ide nekünk. Baktattok ott dombokon, érted, és ásogattok, hát akkor egy kicsivel szórd meg a kollégáidat. Hát egy jó, mi tudunk. Nem, hát ki se derülne, hogy nyernél, basszus. Bejönnél, tudod, és mindig lenne egy ilyen ameddig bejönnél. Nem. Igen, hát egyrészt másnap nem jönnél. Mindannyiatoknak hoznék reggel egy paradicsomos mozzarella pannínit valamelyik benzinkben. Szerintem mi lenne az elsőmből észrevennénk, hogy Jani nyert az Eurojackpoton, de csak az első olyan jel. Én nem tudok ilyen jelet mondani. Nincs ilyen jel. Tehát amiből nem úgy... az lenne, hogy itt állna a világ legjobb vegán szakácsa, érted, neked minden reggelit csinálni. Nem. Semmi nem lenne. Nem. Szerintem még Móni se tudná. Tehát, hogy vagy talán egy idő után csak. Egy idő után csak. Tehát összesen is értem, hogy már meg a felvetés is, hogy miért tudná. De hogy még talán a rokonok se. Tehát, hogy valójában mi nem látnánk azt a jelet a Janin. Tehát nem jönne be ide egy Versace kockásingbe, vagy egy Louis Vuitton, vagy most mondok egy nagyon béna, tudod, ilyen designer márkákat, vagy nem, tehát nem lenne jobb a rollered, semmilyen változás nem lenne, ha te megnyernéd az Eurojackpotot. Ilyen furán mosolyognál néha. Dolce Gabbana fecskébe. Azt látnám, ugye, de hogy nem lenne igazából semmilyen minőségbeli változás. Nem. Elkezdené medencéket nézegetni a házathoz, vagy ilyen semmi. Semmi. Még egy merencét sem építenek. Azt mondom, hogy nem. Sem. Biztos, hogy nem. Pedig nem. A virág most nagyon szeretne, kitalálta. Legyen magának egy főfújhatót. Hát ez úgy, hogy elmegyünk az Auchanba körben. Azt hiszem, valaki nem műszál az zokniba jönnél. Tehát, hogy... Aha. De hogy... Hát mondjuk most abba jársz, de talán egy jobb minőségű zokniba bejönnél. Nem lyukasba jönnél. Nem lyukasba, nem jár lyukasba. Tehát, hogy nem. Úgy tudnád eltitkolni, hogy dollármilliómos lennél, hogy igazából nem vennénk észre. Rajtad észrevennénk. Az biztos, hogy látnád. Szerintem azonnal. Piros Ferkó beállna ide. Öcsém, és tudod, hogy állnék meg itt a piros Ferkóval? Minden reggel úgy, hogy nem vennék parkolójegyet. Büntess meg minden nap, hülye gyerek! De tényleg vennél egy piros Ferkó? Dehogy is nem látnánk a változást, mert egy alvázvédelmet nem látsz. De úgy lenne változás, hogy megnyerte egy magyar az Eurojackpotot, ugye miért a nemzetiséget tudjuk, és igen. Két nap múlva beállítanál egy Ferkóval? Azonnal. Tehát nem is tartaná titokba, hogy nyertél? Semmiféleképpen. Semmi nem titkol. Hát én mit titkoljak rajta? Mit tudom én, elrabolják a gyerekedet, a béka túlszorongja, és ne derüljön ki senki, zsarolnak a pénzedre, sorban állnak szegény csóró rokonok, új kígyós sor. Második napon mit tudom megvan én? A piros Ferrari, de én már az első napon egyedül élek. Nem gondolnám. Nem. Nem gondolnám. Én még a piros Ferrari-t se gondolnám. Én azt egy kicsit igen. Igen? Megvenni? Az a baj, nyilván az a baj, hogy amikor már kezded ezt megmutatni, hogy nyertél 15 milliárd forintot, akkor tényleg az van, amit nem mondasz. Én megkérdezném, hogy honnan van piros Ferrari-t. Nyertem a Eurojackpotot. Azt mondanád, hogy az megmondanád? Frankon bemondanád? Azt mondanám, hogy vettem a izéből, az étteremből. Mit tudom én, hogy 10 évre hosszabbított az Auchan, és előre utaltam. Igen. Finanszíroztál, belízingeltél egy nyílt végű leasingre, cégre, visszaigényelted a féláfát. Mit tudom én, belízingeltél. Egy 20-as leraksz, elhozhatsz egy Ferrari, tehát azért oké, nem kevés, de hogy önmagában azért nem kell kikesselni 45-60 millió forintot. Tehát, hogy érted, ott nincs forgalom, meg viszonylag jó minőség az aszfalt. Igen, az, hogy mire kimész vele Szlovéniába, ahol normális utakon tudod használni, érted, az már nem unod. Jönnének a rokonok azonnal? Persze, szerintem mindenkinek. Ismerősök, barátok, azonnal. De én azt képzelem, hogy te ilyen oké, gyere 500 ide, oké, gyere 50 ide, 100-ot. Tehát, hogy te úgy adnád, segére verni hamar. Hamar, nálam hamar eltűnne. Az, amennyit kapsz a békától, hogy elköltheted. Így van. Mennyi most 16 millió euró, az azt jelenti, hogy 5 milliárd forint, most nem biztos, hogy jól váltom, bocsánat, akkor mennyi lenne az, amit félretennél? Föltölteném a tavat, öcsém, hogy vehessek rá egy nagy hajót.
Venni, annál is gyomorultabb vitorlásozni a Belencei tavon. Azt ne csinálsuk. De ez nem igaz így ebben a formában? De. Rendes vitorlázás. A Balatonon. Vagy Adrián. Nem, jó. Az a Belencei tavon is nem olyan nagy. De te tőkes újság. Nem kell tőkes újság. De ilyenkor a menülés egy vitorlásra jön a 30-50 cm, hát az megfeneklik. Azért mondom, hogy elő föltöltetném a tavat. A világ legdrágább gumicsónakját megvennéd, hogy tudjad használni a Belencei tavon, mert ugye dacból sem fogsz elmenni a Gardatóra vitorlázni. Nem tudod, mit vennék rá? Van most már elektromos Riva. A Riva a világ legdrágább motorcsónakja. Én szeretem a Rivákat, nagyon szépek. Igen, dizájnos, nagyon szép hajókat olyan csinálnak. Olyan gyönyörű elektromosat vennék, van benzines annak is nincs. Rendes, hogy gázolajos, tehát nem csak elektromos. Jó, de azt nem használhatod se a Velencei tavon, se a ízén, és a 30 centis vízbe. Kivéve, mentesz vele. Tudod. Akkor igen. Nem lenne ilyen szorongásod, hogy kiderül, hogy megírják, hogy tudják, tehát nem próbálná titokba tartani? Egy ilyen gyerecipó, ha bekaplak, elvittük az Eurojackpotot. Nem. Mit tartsak titokba? Eddig is többet mutatok. Ne kunyeráljanak, hogy ne kerülj bajba. Hát azt tudod mondani, hogy ne haragudj, elfogyott. Mit most ne, mondod, hogy nyertél 16 milliárd forintot? Hát azért az nem fogy úgy el. Már elkötöttük. Tudod, mire szétszorod az bankokból, hogy mindenhol legyen garanciád a 100 000 euróra? Gondold el, hány bankba kell. Nagyon kell darabolni. Már ott rászorongolnának egy jó. Hogy veszem fel, készpénzre tartom, hova rakom, mibe fektetem? Figyelj, ha felé elkezdenek költekezni, vagy esetleg valamilyen luxus életet kezdene élni, akkor nem lepődne meg senki. Hát tudjuk, nagyon jó, éttermes, a éttermet fenntartani pedig manapság a legnagyobb luxus. Tehát, hogy... Zsül, mi lennél a Zsülni? Hogy vennék észre, hogy nyert a lottó? Mi lenne az első, amit vennék? Bejönnél, és Eurojackpot milliárdos vagy. Néz rám? Uh-huh. Ugyanúgy nézni, ránézni ezzel a félréveteg ilyen gondolkozó tekintetével. Én nem venném észre, hogy Eurojackpot milliárdos lett. Egy vadonatúj skandináv mintás pulcs. Így van. Tess, mi lenne az első? Ami úgy most úgy azt mondja, megnyertem, én nem érdekel, bemegyek egy boltba, és ez egy fülhallgató, egy kocsi, egy vonat, egy vár, mit vennél? Tudom, hogy nehéz kérdés, amikor nem számít a pénz, bemész és azt mondta, ide nekem, ki akarom próbálni. Ha hajózás az Adrián, akkor veszek egy hajót, ezt majd eladom. Ki próbálnád a profi fodrászt? Apple boltot venni. Vennél egy Apple boltot? Ez minek? Mit vennél? Egy Apple boltot? Ezt te hülye. Ez egy Apple bolta. De várj, mert befektetni. Ja, hogy viszont eladó lennél? Tehát egy hivatalos Apple boltot, szervizt vennél, és üzemeltetnél. Ha összetört a gyerekemnek az előlapja, akkor mehetnék hozzád kicserélni? Például, igen. Micsoda üzletember, venne egy Apple boltot. Egy mennyi most egy Apple bolt, annak utána néztél? Megkérdezted már? Költöd már a lóvét. Most meglettél, basszus. Azt hittem azt szólott, hogy egy négykerékhajtású Suzuki. Vagy mit tudom én, mondd valami nagyon durvát, ami a te életedben azért nagyon megrázó lenne. De figyelj, 5 milliárd forinthoz minek? Mert ott kütyük vannak, szerelhetnek. Van. Tehát, hogy ott kiélni. Folyamatosan hozzáférek a legújabb kütyükhöz. De 5 milliárdod van ember, hát bemész a boltba. De venne egy boltot, mint hivatalos viszonteladó szerviz, és viszonteladó a legmenőbb hozzáférésekkel és mindennel. Tehát azért, mert egy pohár tejet akarsz inni, nem kell venni tehenet. De annak, aki nagyon szereti a teheneket. De akkor viszont hozzájutok folyamatosan ahhoz a tejhez. Igen. És nem kell elmenni valahova. Neki küldi először úgy az Apple, hogy még nálad ott sincs, ő már szétszedett egy 18-as iPhone-t, hogy darabokba nézze meg ezt a csodát. Eszembe nem jut egy ilyen vállalkozás, hogy munkahelyet, nem hogy munkahelyet választasz valamit, hanem még munkát. Hát egy Apple boltnak az üzemeltetési feltartása. Nem, ez az embereket. Hát a Zsül megvenne egy komplett szervizet, egy hivatalos márkaszerviz, hivatalos viszonteladó lenne, van. Apple logóval, minden, amit így használt, van. Lennének emberei, és csinálnák a szervizet és a boltot. Ő csak bemenne, mint főnök, és... Hát nem, mint főnök, ugyanúgy betotyogna. Mi a szétszedne egy 21-es iPhone-t érte? Meg tudnátok nézni a telefonomat. A főnök jött, hogy ne, ilyen hangosan, csak... Tessék, csajok, Juli, mi lenne, tessék, csak úgy, most elvitted az Eurojackpotot, az első, mit hogy gondolkozik egy nő, mit fog mondani, tessék? Utazás. Ő elutazna valahova. Ő utazna. Igen. Ő utazna. Hitelt fizetnél, ki utazná, tessék? Lefoglalnék egy világkörüli utat. Na, mondtam, látod, világkörüli út. Kiköltözhetnétek a szomszéd öregasszony. Feri csapatná egy Ferrariba, Jani egy domb tetején. Ugye nézni, hogy mielőtt fölássa a dobot a várra, van-e valami kint. Zsül már az Apple boltjában üldögélne feltett lábbal hátul, Juli pedig egy Madagaszkár, Zanzibár, Dél-Amerika, Machu Picchu, Új-Zéland, Ausztrália körúton lenne. Dolgoznátok tovább? Micsoda? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, hát, hogy dolgoznánk-e tovább. Boltot, dolgoznátok bármit? Innentől kezdve lenne munkátok? Itt látnátok egy forgószéket a helyemben, így, hogy...
következő 20 évedet úgy élnéd le, hogy feltett lábbal ülnél valahol egy nem, laktól. Hát szerintem az, hogy célja és értelme van az életednek, az ad egy keretet, az jó. Ha azt fölrúgod, akkor egy idő után... Akkor te vagy az élet császár öcs. Igen, de egy idő után szerintem arra is ráunsz, hogy megtehetek, megvehetek, megehetek, megijatok bármit, utazhatok, hajózhatok bármi, de egy idő után kell valami valós célt, értelmet találnod, hogy úgy érezd, hogy van értelme, mert a tivornyát, a pénzköltést is meg lehet unni, persze erre írják majd sok, hogy nem baj, tégy próbára, de 2 év után, mikor már elrepültél, elhajóztad, voltál mindenhol, körbeutaztad a világot, 26 óra ülni egy óriási hajón lábat lógatva, egy idő után szerintem az ember ennél egy kicsit többet akarna, nem? Én valószínűleg tudom, mit csinálnám, hogy eddig, tehát bejárnék minden nap. Ide? Igen, nem? Igen? Nem. Jó, de fizu nélkül azért azt tett hozzá. Azért ez fontos, ezt tegyük hozzá, természetesen Balázs, Eurojackpot milliárdosként, természetesen igen járnék. Azért ez nagyon fontos. Gondolt, hogy elmondanám neked? Miből venném észre? Miből veszed észre? Új a haja? Nem? De ez egy drága beavatkozás, nem mondanád el? Te szorongóbb vagy, nem mondanád el, te se szerintem. Elmondanám. Szerintem ti válságstábolnátok dolgokat... a Miróval, hogy mi legyen, nem? Nem, a Miró nem tudna róla. Én egy gondolatban már egy csomószor eljátszottam a 4-es-6-os villamoson ezzel. Jaj, de cuki, ez milyen szoció ez a sztori, de aranyos. Ült a 4-es-6-oson, meglátott egy Eurojackpot óriás plakátot, kinézett, és azt mondja, hogy hova fizetnél be először? Igen, és akkor elképzeltem azt, hogy így összehívnám a barátaimat, és azt mondanám, hogy tessék, itt van egy bankkártya. Ez jó. Ez jó. Vegyél nekik inkább valami konkrétat. Tehát mit tudom én, szeretnek, nem tudom, van 4 csajbarátod, akkor 4 utat, vagy 4 motor, tehát ami olyan kézzelfogható. Nem, én a vásárlási utalványokban hiszek egyébként. Ja, nem, de hát nyilván nem másfél millió forinttal lenne ez feltöltve, hanem akkor azon ott lenne több 100 millió forint, és akkor ő azt arra költire, amire akarja. Elmehet belőle, utazhat is, meg vehet belőle lakást is a gyerekének. Hirtelen elkezdesz 100 milliókat adogatni barátnőknek? Igen, hát van az a kör, akit azonnal. Aha. Kitömnék rögtön azonnal. Nem titeket? Na, azt én megértem. Valószínűleg a barátaimnak én is sok mindent vennék. Mondjuk. Nem, hát a stábot is elvinném. Az biztos. A stábot? Biztos. Mit tudom én, hódmezővásárhely, jaj, de szép. Bokmara hotel, 3 csillag, csak reggeli. Elmennék Visegrádra pohozni. A Feri Toszkán villájába. A Feri Toszkán villájába, igen. Igen. Hova mentek? Babozunk egy óriási Visegrádon. Köszönjük, Gyuli, hogy megnyerted az Eurojackpotot. Igen, Annát még nem hallottuk. Szóval akkor te utaznál egy nőnek az utazás. Utazni. Egyedül vagy Miróval? Hát az családdal. Családdal, igen. De akkor kiveszed őket az iskolába. Ez is gond, mert akkor lehet, hogy akkor magántanárt kellene vigyek a gyerekeknek. Már ezen is gondolkodtam, hogy lenne akkor ez jó. Érdekes, hogy fejben azért ezt mindenki eljátsza, mindenki elgondolkozik rajta, mindenki... De megteszed a szel? Meg is teszed? Játszol? Nem. Ez a magyar sors. Ez gyönyörű lezárásának a beszédünk. És mit tettél meg azért, hogy milliárdos legyél? Megvettél 300 forintért egy cetlit hetente? Nem. Az a baj, hogy ha meg is veszem, nem ellenőrzöm utána. Tehát van, hogy megveszem, de utána nem viszem be, vagy csak évekkel később veszem észre, hogy basszus, itt volt egy szelvény. Lehet, hogy már Eurojackpot milliárdos voltál többször. Tehát, hogy én már egy csomószor kitöltöttem egy szelvény, de nem ellenőriztem. Ezért kell kidobni a szelvényeket. Tehát, hogy nem szabad megtartani őket, mert egyszer véletlenül megakad rajta a tekintetet, hogy mik voltak a régi számaid, ránézel aznap, így a, és megnézed, meglátod az esélye. A hétvég. De tudod, mi van? Hogy mi van, hogyha bejön egész akkor, életedbe? Akkor vége van. Hát olyan hülye vagy, szám. Akkor kicsit megérdemled. Igen, nem, ha vettél egy szelvény, de nem nézed meg egyébként, igen. Na jól van, elkalandoztunk, de ez tetszik, hogy ki mit venne, ki mit csinálna. 2 percen pontosan 8 óra jövünk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok. Hello, drága hallgatók. Ma még gyönyörű idő, holnap is aztán, ahogy mondtam, húsvétkor szakad a hó. Erre lehet készülni, hétvégén már 8-9 fok, ott mondanak csak úgy, hogy nem tartott sokáig ez a május időjárás, de a hétvég az egészen durva volt. Hétvégén 6 és 8 fok és hóesés. Mondtam, hogy ennek még meg lesz a bűtje ennek a május időnek. Jó, még nincs húsvét, az még. 2 vagy 3 hét, igen. Igen. Magyarországon az eddig legnagyobb fel nem vett nyeremény 1,4 milliárd forint volt, Laci, köszönjük szépen, hogy elküldted ezt nekünk. Ez vajon ő megtudta később, hogy nyert? Vagy elveszett a szelvény, nem is foglalkozott vele? Az egy jó kérdés. Képzeld el, hogy lejár az idő, amíg lehet rá jelentkezni, nem tudom hány hónap van, és utána megtaláld a szelvényt. Az egy jó kérdés, hogy az kiderült-e valaha.
Igen. Emlékszel, két évvel ezelőtt, mikor indult a kínai őrület, már most már nyakig benne voltunk, most meg ugyanoda térünk vissza, hogy lezárják Shanghai-t. Ezt olvastátok? Jön a hatodik hullám. Szóval azért a kínai történet is hogy működik, hogy ők le tudják zárni Shanghai-t, ami azért nem egy Margit szigetnyi hely, nem egy kőbánya méretű lakosság azért így. Két szakaszban lezárják Shanghai-t. Nem szórakoznak, felfüggesztik a tömegközlekedést, és mindenkit tesztelnek. Lakónegyedeket zárnak. Most egy lakónegyedet úgy néz ki, gondolom, mint igen. Három kerület itt nálunk. Nálunk egy megye. Igen. Mennyien vannak Shanghai-ban? Igen, 15 millió ember, 10 millió. Igen, igen 15-25 millióan biztos, ha az agglomerációt is beleszámítjuk, akkor biztos, hogy nagyon sokan vannak. Lezárják egyébként az egészet. 26 millió ember. Az, 26 millió. Az, hogy azért azt úgy infrastruktúrában nem? Azért megoldani. És tehát... nem mehetsz sehova, sem volt, se semmi. Hát az ellátást kell biztosítani 26 millió embernek. No közlekedés. Igen. Mondjuk más a hozzáállásuk, tehát emlékezzetek vissza. Ja, rend van és fegyelem. Úgy van, amikor itt az volt, hogy akkor otthon maradsz. Ott nem szórakozol. Ja, tényleg. Ja, igen, nem, hogy valamit mondjak. Na, amikor otthon maradsz, nálunk mi volt? Mindenki kint császkált az erdőbe, meg akárhol. Náluk azért, ha azt mondják, hogy otthon maradsz, akkor ott nincs. Otthon maradnak. Nem mész ki kutyát sétáltatni a halmi dűlőre, mint mi. Igen. De ha már kínai, nagyon érdekes, hogy egy helyes cikket olvastam, beállt egy nő Kínában egy Covid-tesztre, látta, hogy kijött a kórházból, és is sorok állnak, és szeretett volna csináltatni egy Covid-tesztet. És beállt, ő is két órát várt, mire odaért legelőre, és kiderült, hogy grill csirkéjére állnak az emberek. De igazi. És ha már ott volt, vett le. Ha már ott volt, az iratkozta, hogy vett egyébként grill csirkét, egy kórház előtt történt, kanyargó sor volt. És hát gondolod, hogy hova állnának az emberek, ha nem Covid-tesztre. Két óra várakozás után megtudta, egyébként sült csirkére várnak, és nincs ott tesztelésről. Végül is egyébként az elpazarolt idő miatt azt iratkozta, hogy ő vett sült csirkét, és a Weibo-n, ugye az, igen, élete legfinomabb sült csirke volt, a Weibo-n, ami a kínai Facebook. Igen. Ott írta le ezt a történetet, hogy két óra várakozás után vett egy sülcsirkét magának. És ha már sorban állás, az nem tudom, hogy olvastátok-e, azt hiszem, hogy Magyarországon is van ilyen szolgáltatás. Én nem olvastam. Ezt szeretem benned. Én olvasni se tudok. Ezt még jobban szeretem benned. Én, ha nyernék a lotton, az lenne az első, hogy megtanulnál olvasni, hogy ne kelljen a hülye híreimet meghallgatnod. Igen. Hogy van egy angol pacák, aki 31 éves, óránként 20 fontért, ami nagyjából 8-9 ezer forint, attól függ, hogy áll a forint, áll sorba mások helyett, és abból él, hogy átvállal számodra utált feladatokat. Vagyis a csávó az bérsorban álló. Kifizetnek neki akár jobb napokon 160 fontot is, 70 ezer forint, amit megkeres, és ő csak bérsorban állóként apostrofálja magát. Tehát átvállal tőled bizonyos dolgokat, amit te mondjuk nem szeretsz megcsinálni. Azt mondja, hogy néha ez kiegészíti egyébként házi munkára, koncertjegyek vételére küldik a gazdagok, kiállítási jegyvételre küldik, ahol neki sorba kell állni, de hogy baromi jól keres, több 100 ezer forintnak megfelelő összeget talál ő meg úgy, hogy bérsorban áll. Ez a dolga. Aha. 31 évesen átvállal, így hirdeti magát. És csak a bérsorbanállás, vagy minden más utált tevékenység is? Nem, a hát minden... Nagyon más nem tudsz átvállalni, amihez személyesen te kell, az azzal nem tudsz mit csinálni, de ilyen koncertjegyébe állni sorba, az simán. Végighallgatni a szomszédot. Igen, nem én, ő. Nem, ő ezért van, ezért fizetjük. Ő azt mondja, hogy megcsinál mást is, ha kell. Uh-huh. Tehát ő úgy indította, hogy adj nekem munkát, amit te nem szeretsz megcsinálni. Ha kell, füvet nyírok, ha kell, kiviszem a szemetet, ha kell. És aztán a sorban állás lett neki akkora sláger, hogy mindenki arra kér. És azt mondja, hogy a gazdagoknak szeret a legjobban sorban állni, napi 70 000-et is megkeres, hogy elküldik például Madonna koncertje, de állj be a sorba, vedd meg, nekünk nem veszik meg online. Uh-huh. Vagy azt mondja, hogy az idős embereknek kell nagyon sok mindent kiállni, akiknek nincs már kedvük, energiájuk, viszont van pénzük, ezért elmegy egyébként 8 órás műszakot vállalva, és beáll helyettük a sorba, és kivár valamiféle adminisztratív dolgot. Azt mondja, hogy egy legemlékezetes sorbanállások volt, a kiállítás egyekre vett, Christian Dior divat bemutatóra, és azt mondta, hogy egy-egy népszerű koncert eseményre is kiállta a 3-4 órás sorokat. Ez erre fizetik. Óriási. Hát nem mondd, hogy nem adnád át neki az utált dolgaidat, amit nem szeretsz. Mondjuk a boltba, tehát itt, ahogy, ha ez a kép ez valós, és mondjuk az újsággal sorbáló csávó ő, tehát egy 5000 forintos bevásárlásra ráfizetsz még nem tudom mennyit. Én most nagyon szívesen beállítanám a polita sorba, nekem útlevelet kéne csinálni. Azt mondják, hogyha ráfordulsz
kormányablakra vagy hova, akkor nagyjából az utca végét lőd be, mert odáig áll most a sor, annyian vannak. Vagy a mai pancsakarma kezelésre is elmehet. Nagyon szívesen bevállalnám, hogy mennyi, nem? Mert igen, két napja már nem élek konkrétan. Szóval, hogy ez nem rossz, hogy átadod neki azt, amit utálsz. Házi asszonyokként, munkát, mosogatás, bármit bevállal, most a sorban állás megy neki nagyon. Volt már ilyen Magyarországon, fizettünk érte mi is, képzeljétek el. Igen, volt ilyen szolgáltatás. Nem szolgáltatás volt, nyuggerek voltak. Nyugger. Cégbíróság a 90-es években, amikor be kellett jegyeztetned cégeket, ugye akkor volt ez a nagy vállalkozósdi, oda mentek a nyugdíjasok, húztak sorszámot, és eladták. És akkor, mikor mentünk, megvettük a sorszámot tőlük. Ne szórakozz. Reggel ott voltak korán, lehívták a sorszámot. Hát ez a 90-esek, nem volt még ilyen szuper online felület, mint manapság, és akkor ők ott azt mondta, hogy kell egy 23-as. És igen. Akkor mondtuk, hogy igen, mondtuk egy összeget. Milyen rafkók a nyuggerek. És akkor így. Nyitott egy földhivatal, 8-kor oda mentek, lekérték a sorszámokat, és te megvetted tőlük, úgyhogy 2 perc van sorra kerültél. És örömmel megvetted, mert hogy körülbelül 4-5 óra sorállás volt a cégbíróság. Az nagyon jó. A 42-es az mondjuk 1500, a 21-es az meg már, hogy tudom, 3000, a 10-es az 4500, és a mindent vívő 2-es. Na jó, hát az... Az pedig már 10 ezer. Ez a prémium kategória, abszolút. Azért valaki itthon az STK-ban elsírná magát. Tehát reggel 7-kor beállsz egy vérvétel, és 11 órakor még nem hívtak be. De egyébként mekkora ötlet, hogy fizess nekem, és átvállalom, amit te utálsz. Nektek mi olyan cselekvés van a napi elintézendőkben, bármi, amit még szívesen átadnátok a Palinak? Hosszú sorban állás, házi munka, fűnyírás, bármi, amire azt mondod, hogy fölhívod ezt a 31 éves Freddy Beckett nevezető emberkét, és csinálja meg helyettetek. Akár minden nap. Van olyan, vagy ti mindent szívesen csináltok? Minden jó, hát jön, minden nap nincs, de például a bankolást, én azt rohadtul utálom, mikor be kell menni a bankba. Tudod már, mert csomó mindent el tudsz intézni a e-bankon keresztül, de van olyan, amikor effektíve oda kell állnod, és látod a nyugdíjas nénit, aki a apuval együtt megérkezett, hogy akkor most mi történjen a pénzzel. Nagyon látod, sok kérdése van. Nagyon sok kérdés, és látod a szegény ügyintéző kislányon is, hogy ez az a beszélgetés, nem bántva az időseket, ami parttalan. Ez soha nem ér véget. És sehova nem vezet, és te ott állsz, és tudod, hogy már innen is elkéstél, onnan is elkéstél, amonnan is, na az a halál. Hú. Én a bolti bevásárlás például tökre szeretem. Hát, én úgy bolti bevásárlás. Azt én nem adnám. Aha. Mi, azt gyógyszertár. Gyógyszertár. Egyébként azt miért utálod? Ott nincs olyan nagy sor, nem? Az a baj, hogy amikor jönnek ilyen 10-15 darab recepttel, megint úgy nyaladójokodunk ki, a nyugger. miért ma reggel csak a nyugdíjasokkal van? Nem akarom bántani őket, de hogy sokszor tényleg ott beszélik meg azt, hogy mire jó. Egyébként a múltkor a Luizának ugyanezt adták, de ott a doktor úr csak 3x1-et írt föl. Itt meg most 4x1-et kell beszélni, hogy ön szerint mi lehet, és akkor ott állsz, és így, atya úristen, a patikában az ijesztő, ha már látod, igen, a vényeket a kezébe, hogy 23 darab van, ott tudod, igen, hogy véged van. Igen, tehát ott tudod, hogy ez egy hosszú várakozás lesz. De a gyógyszerész az nem orvos, tehát hogy ott vele ne beszéljék már meg magát a gyógymódot. Azért meg tud segíteni adagolásban egy csomó minden, mint a gyógyszerész. Igen, de az a baj, hogy ő konkrétan, mint hogy egy felülvizsgálatra érkeztek volna. Kézzed, én például szeretek patikába várni. Igen, nekem azzal nincs bajom. Jó az illat, én nekem a posta patika, az nem adnám Fredinek, azt nem adnám át neki. Én a postát is szeretem. Aha. Tehát, hogy valahogy ott nem, annyira retro az egész, és annyira múltbeli, hogy én azt szeretem. Majd mondok egy postát, ahol nem szeretnél bemenni. Nem, mindig egy postára megyek. Tehát... Én mindig úgy, na mindegy, nem is mondom, mert megismerek, és még szarabb fejek. Ha erre szarfejek, akkor tesszük, mit adnál, tessék, amit, de már mit átadhattok? Én a posta ajánlott levél átvétel. Posta ajánlott levél átvétel. Gyűlölöm. Na, de ott is a sorban állás miatt. Rettetes hosszú sorban minden. Uh-huh. Igen. Parkolókeresés a belvárosban. Oda rendelném Fredit. Igen. Érted, mondanám neki, hogy Andrássy 14, ott találkozunk. Letennéd a kocsit én neki? Így kulcs, tessék, én bemennék intézkedni, van Fredi, keres én itt keresél egy parkolót, vagy mennyi addig körbe, amíg én nem végzek. Hallod, itt találkozunk. Tiszta Monte Carlo kaszinó. Kiszáll a kocsiból, neked odaadod a sluszkulcsot, és Fredi beállsz. És Fredi megy. Fredi, én 2 órát parkoltam neked, ez mondjuk nem tudom, 100 fontotba vagy 50 fontotba kerül, mert 2 órát keresem a parkolóját. Valaki azt írja, hogy az anyósa családlátogatását, illetve a gyerekkel tanulás szívesen átadná Fredinek.
Ezt például adom. Gyerekkel tanulás. Tehát a gyerekkel tanulás az egy konfliktus forrás, ugye? Igen. Az mérgezi a gyerek-szülő viszonyt. Az nem egy, az egy elkerülhetetlen dolog, de hogy az nem egy egészséges dolog. Az iskolának kellene elvégezni. Csak nem a matekot. Mit? Csak a matekot. Én leszoktam a gyerekkel tanulásról, tehát én soktam. Én azt én mondtam, hogy nem. Nem vagyok hajlandó elrontani a kapcsolatunkat ilyen szinten. Tehát, hogy akkor inkább megbuksz, fiam. Akkor inkább jöjjön, aminek jönnie kell, de mi nem tanulunk. Nem tanulunk. A napi négy szexből egyet szívesen átadnék neki. De jó duma. Igen. Jöhetne esténként, amikor fáj a fejem, írja egy hallgató. Az mit jelent? Tehát, hogy mondjuk ő egy csaj, neki fáj a feje, nem akar a párjával, akkor Freddy a párjával legyen együtt addig? Hát, mert hogy csak nem szokott fájni a fejem. Tehát pasit hozna össze Freddyvel. Fáj a fejem, oldja meg Freddy helyettem, hogy a férjemet egy kicsit kényeztetjük. Na most ezt jól fordítom? Hát ez így van, nem? Jöhetne a fáj a fejem, ez valószínűleg csaj, nem? Igen. Azt kérdezd meg a férjed. Na. Kérdezz meg a férjét, hogy mennyire nyitott a Freddynél. Gondolom, ez emeltáras Freddynél. Tehát, hogy férfit bevállalni, az lehet, hogy emeltáras. Ilyen. Beszélgethetne az asszonnyal szex előtt. De nagy. De rohadékok vagy. Freddy, meg vagytok, Freddy. Akkor én jövök. 70 fontot fizetek, másfél órás feladat. Jó? Szóljál, ha már nagyon, nagyon beindul, szóljál, ha már nagyon sokat beszélgetetek, akkor jövök. Hol vagy, már késsel, már elkezdtem. Igen. Szülői fogadóórát írják. Az nem rossz felvetés, hogy bár, az nem, azt ne add át, az menj el, legyél, lássák a tanárok. A fogadóórát az értekezletet. A szülői értekezletet átadnád? A fogadóóra a személyes, arra el kell menned, de a szülői értekezlet? A szülői értekezletek 80%-a teljesen felesleges, és van két SMK-s, aki mindig még pluszban kérdez, hogy bevágódjon a tanárnál, és már májusban aggódik azon, hogy mi lesz a karácsonyi ajándék. Már és ezt veled erőltetettem, meg akarja beszélni, amikor véget ér a szülői, ezt adom, ezt le lehet passzolni. Mindenki elkezd mozgolódni, már áll fel, már veszi a kabátját, és még egy kérdést azért bedob. Igen, 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 igen. Azt adom. De a fogadórára ne menjen el, Freddy, ott legyél te, ahol elmondják, hogy mi van a gyerekkel, meg hogy áll. Nem? Tehát azzal nincs baj. Az asszonyal való veszekedést adnám át neki, mire hazérek, már nyugalom lenne. Tehát menne Freddy, egy óra alatt az asszonykát kiveszekedni magát, Freddy elrakná a pénzt, és mire te hazamész, egy kivasalt, kipihent, kiőrjöngött asszonyt kapnál készhez. Már a békülő szexre érnél te haza. Hát, ugye? Ja, csak neked panaszkodna, érted? Tehát hazamenni, és azt mondja, hogy figyelj, annyira kiállhatatlan ez a Freddy. Egyszerűen nem értem ezt a csávót. Hihetetlen. Semmiben nem értünk egyet. Igen. A kutyakaki szedést az udvaron odaadnám neki szívesen, egy sör mellett a kertből nézném, hogy jól csinálja. Ezek szerint hallgatunk, lelkes kutyakaki szedő. Az becsülendő. Hát az muszáj. Nem? Hát, ja, hogy a kertben van a kutya. A saját kertedben azért szed már össze. Na, éppen hősi javadtam már, hogy járja az utcákat és szedi a kakit, de akkor ő a saját kertjében akarja átadni. Igen. Lakógyűlésekre ugyanaz, nem menne a hallgatónk. Ez ugyanaz, mint az iskolai, hogy hívják, szülői értekezlet. Szerintem ez párba járt. Tehát a szülői értekezleten meg a lakógyűlésen, ami van, az édes testvérek. Ott is biztos. Oda nagyon elszántnak kell menni, vagy nagyon kell, hogy érdekeljen a társaság problémája, hogy elmenjél lakógyűlésre. Nem? Vagy közös képviselővel küzdeni. Tehát ahhoz azért tényleg ilyen igazi. Nem a közös képviselő, ott is a többi lakóval van mindig baj. Jön Izé Erzsike néni, akinek biztos, hogy az problémája, hogy akkor mit tenni, a rácsos ajtó az most piros, hogy feketére van-e festve, és ezen egy 2 órát el tud billegni egy ilyenen. Igen, és hogy akik a földszinten laknak, azok miért fizetnek el a liftnek a felújítására? Igen. Igen, na, akkor ismered. Igen. Szegény Freddy a sok lottósorsolás mellett még erre is ráér. Freddy a magyar énekes, aki a lottósorsásokon, ő a hivatalos lottósorsás énekese? Most ő lett, azt hiszem. Igen? Nem énekese, műsorvezetője lett. Ja. Ja, aha. Kaphatna pofont helyettem, amikor karót viszek haza a suliból. Igen, heti 3x1 órára fogadnám fel. A padláson forgassa fel a 20 000-eseket, hogy nehogy beposhadja. Ma nagyon álmodozó mindenkit, az Eurojackpotos téma az nagyon megihletett mindenkit. Tamás írja, a mama főztét enné meg helyettem, mama 98 éves, néha már nem úgy súlyoz a dolgokkal. De nem mama már nem érzi. Igen, nem akarjátok megbántani. Igen, anyósomat elvihetni, minden nap sétálni, nagyon, nagyon szeretném. Sok hülyével való veszekedést mondanám, kivel mi bajom, ő pedig megoldaná, mert én is unom. Ez az, hogy valami ügyfélszolgálat, vagy valamiféle olyan munkahely, ahol sok a hülye és veszekedni kell, nem? Ez így tudom elképzelni. Volt egyszer egy lakógyűlés, ott derült ki, hogy vak a közös képviselő. De jó!
Az nagyon klassz. Egyébként attól még ugyanúgy tudja végezni a munkáját. Igen, nem, nem veszi észre, hogy hol hullik a vakolat. Hát csak nem szól, igen, hogy ázik a mennyezet a harmadikon, mert nem biztos, hogy észrevesz, igen. Havi menszeszemet szívesen odaadnám Fredinek, jó lenne, ha át tudná vállalni. Egyszerűen elküldeném magam helyett dolgozni. Nyugdíj napján csirkefarhátat vehetne. Annak nagyon örülök. Oltó pontokra mehetne helyettem. Még van, aki jár oltó pontra? Hát ezek szerint. Fölveszi még a 26. 30. Vannak, oltást? Vannak, igen? Azért, vannak. Te vagy az egyik. Oltanak még egyáltalán? Hánynál tartasz? Hogy ne oltanának? Most? Jubilálsz? Hatnál? Na, tíznél tudod, hogy érdem kereszt most van. Most váltottam kart. Műkart. Most már az utolsó hármat műkarba szúrhatod, igen. De nem, miért ott még nagy sorok vannak az oltóponton? Hát nagy sor szerintem már nincsen, de van akciónapok, oltási akciónapok, azt hiszem hétvégén is most volt. Tehát zajlik még. Aha. Ha valaki akar magának, az igen, lehet. Csak azért, mert az érdeklődésedén kívül esik. Oké, csak olyan kevesebbet harul az ember, nem tudom most, mi van az oltópontok. Ugye igen, katonaság volt kivezényelve, meg mit tudom én, hát nyilván az oltási kedv azért ilyen, az egy kicsit ekkora nincsen. Lejjebb ekkora csúszott már. Itt írják, hallgatok, neked például a tankolás. Igen, bár én szeretek, én fizetni nem szeretek, tehát hogy ne vegyél a tankolást, menjen be fizetni, mert azt szoktam elfelejteni. Maga az, hogy leakasztom a pisztolyt, berakom, elolvasom a kis üzemanyagot, hogy mennyit tankolhatok, hol áll meg majd az óra, azt szeretem, nekem csak a fizetés az ami nem megy. Fredit én edzőterembe küldeném magam helyett. Okos. Okos. Leköphetnék helyettem, írt egy buszsofőr. Azt a mindenségét neki. Hát, de ez is beletartozik, hogy a te buszsofőr vagy, akkor ez megtörténik, nem? Igen, beletartozik a munkakörítbe benne, hát vagy leköphetnek? Nem, nincs benne a leírás, de az, hogy ez megtörténik, hát, az abszolút benne van. Hát most, ha nem engedett felszállni az első ajtón csak maszkkal, és ezen valaki berág, akkor ez abszolút így van. Ja, Istenem, átvihetni ezt a táskát helyettem a határon, Carlos írta nekünk, köszönjük szépen. Flóra pedig a vasalást adná át, és erre fizetne. Jöhetne kikapálni a gazt, az nagyon jó lenne, és a másnaposságot, illetve az urológiai vizsgálatot cserélnék még el, illetve Laca pedig a fogyókúráját adná át. Azért lenne munkája Fredinek, egyébként nem egy hülye meló átvállalni dolgokat. Hát ha így fizet. Ami több százezret keresni azzal, hogy egész egyszerűen sorban. Ez nagyon jó pénz. Okos telefon, könyvet viszel, olvasol. Zenét hallgatsz, meg vagy. És keresel egy csomó pénzt. Igen. A nagy része ácsorgás. Igen. Idegrendszer kell hozzá. Valószínűleg az a jó, hogy azért ezt így bírjad. Igen, meg a nyuggereket. Na jól van, jövünk vissza mindjárt, és megbeszéljük Will Smith pofoszkodását az Oscar gálán, gyerekek. Hát megnéztük többször a felvételt, kielemeztük, nem kamu. Élő, igazi verekedés történt az Oscar gálán. Végre nem egy ilyen maníros közhelyeskedés, hanem tényleg valódi bunyó. Milyen szerencs, hogy fekete és fekete között, ugye? Azért az fontos. Az fontos felvetés. Bizonyít, hogy más lett volna a leosztás. Fehérként neked beszólnak a feleségedre, és fölmész, akkor te már ott több munkát nem kapsz. Mi a különbség? Na, mindjárt megbeszéljük, hát, ha valaki nem hallotta, jövünk rögtön a hírek után. Ó, hát erről köszönjük, sokat beszélgetünk ma reggel Jackpot úrnak. Nagyon szépen köszönjük. Gyerekek, 18 fok van. Egy picit, ha rátesztek nekünk, az nem baj. Jó, ez a 18-20, ezt szeretjük. Egyelőre viaskodik egymással a két táború. Rádió egy oldalán lehet szavazni, hogy hány fok legyen a stúdióban. Aki szavaz és beregisztrálja magát, a két plusz és a mínusz jel között van egy kicsi kör, ha arra rámentek, miután szavazhatok, hogy hány fok legyen, ott tudtok gyorsan regisztrálni. Regisztrálni pedig azért kell, mert a regisztrálók és a szemétkedők között kisorsolunk egy Daikin klímát. Az a lényeg, hogy a két tábor vív egymással, és addig az nekünk jó, mert középen van a mutató. Ha a két tábor összefog, és nagyon elkezd mindenki csökkenteni, akkor lesz nálunk vagy nagyon hideg, vagy nagyon meleg, de nem tudjátok, hogy mit csinál a másik 200 000 ember, aki folyamatosan nyomogatja a higanyszálnak a plusz-minusz gombját, ugye, hogy nyerjen egy Daikin klímát. Ki tudtak velünk tolni, ez ma reggel még hál' Isten nem sikerült. Az előbb kezdett hűlni, és lementünk, most egy picit 17-re visszamentünk, viszont nem sikerült nagyon befűteni se. Viszont ha regisztráltuk, akkor adás végén hívunk valakit, aki nyer egy klímát, ráadásul minden nap, gyerekek, úgyhogy rádió egy oldalára, a Daikin játékra mentek, akkor tudtok szavazgatni, nyomkodni és regisztrálni is, jó? Ez mindenképpen fontos. Napi egy Daikin klíma, és még majd a hétvégén pluszba egyet ki fogunk sorsolni a legkreatívabbak közül. Magunknak, hogy legyen egy valami. Van, úgy gondolom, én leszek a legkreatívabb. Kenderes úton szólnak felé gázszállító kamion borult fel, szivárog a gáz, teljes útzár, visszafordítják az autókat, kamionokat. Ezt Marci írta nekünk, ez a 4-es úton van, köszönjük szépen. Na gyerekek, Will Smith botrány, legalább végre valami történt az Oscar gálán, ugye elvileg azt boncolgatjuk mi itt majd, hogy ez igazi pofon vagy nem, reggel röviden, már belementünk. Chris Rock volt ugye a műsorvezetője az Oscar
Oscar-gálának, vagy lehet, hogy csak díjat adott át, nem tudom pontosan, nem, három csajszi volt. Három csajszi volt. Nem ő volt a műsorvezető, csak díját adó. Csak díját adó volt, és elkezdett ugye poénkodni, nyomott egy két durvá poént, és az lett a vége állítólagosan, hogy Will Smith ugye fölment, és lekevert egy nagyon nagyot Chris Rocknak. Ilyet még nem láttunk azért Oscar-gálán, hogy nem egy maníros, előre eltervezett, nagyon jól kitalált amerikai klasszik poén, amiben ők azért nagyon zsenik, hogy úgy adnak elő valamit, hogy az utolsó kockáig le van próbálva. Mindenki lefagy, de utána feloldják egy poénra, és kiderül, igen, hogy... és kiderül, hogy az egész ki volt találva. Itt lásd, volt Justin szó. Timberlake lerángatja Janet Jackson melltartóját, és kibudjan ugye Janet melle. Ami egyébként le van ragasztva. Döntő, ami le van ragasztva spontának, de ezer ilyen csók, Madonna és Britney csókja a színpadon, ami ugye nem Oscar gála talán, az de nem igazi volt. Az nem igazi volt, az is meg volt előre beszélve. Igen, senki ne egyen előtte fokhagymát, meg garnéla rákot, mert a kettő együtt az nem szerencsés, az a csókolózó. De most úgy néz ki, hogy az egyébként dögunalmas, évről évre nézettségi balhéktól szenvedő, már egyre inkább egyre kevesebb embert érdeklő Oscar gálát, ami nem arról szól, hogy a díjazottak nem jók, csak magát a gálát már Amerikában a kutyát nem érdekli, ugye évről évre veszít a nézettségiből. Hát Will Smith tett most arról, hogy beszéljenek róla, hát most mert nem akár... megverte Chris Rockot a színpadon. Most nem akár mennyi kattintási számot kapnak majd, tehát hogy sokkal többet, mint az elmúlt években, az biztos. Tehát nyilván nem arra fognak rákeresni, hogy ki volt a legjobb mellékszereplő, a legnagyobb női mellékszereplő, hanem arra, hogy Chris Rock, Will Smith, igen. Enter. Na nézzük meg ezt a videót kicsit és elemezgessük. Ugye itt korán reggelebe már belementünk, azt mondjuk, hogy mi ezt igaznak gondoljuk. Van azonban egy-két furcsa reakció, amit ha megnézünk, akkor lehet, hogy kicsit elbizonytalanodunk. Mm-hmm. Ugye arról van szó, hogy Will Smith lent üldögélt a feleségével, és Chris Rock ugye kijött a színpadra, és... Tonight, Javier Bardem and his wife are itt egy kicsit ugrunk, már egy kicsit itt még a Javier Bardemmel szórakozik. Oké, okay, itt ugye kiszól a Will Smith-hez, hogy neked kell nyerni mindenképpen a díjat. Will Smith egyébként láthatóan jól szórakozik ezen a poénon, még itt a Javier Bardem már kicsit szórakozott. I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it. Oh. All right? Na, és itt szól be ugye a feleségének, Jade, nem tudom pontosan, hogy hívják, hogy a G.I. Jane 2-ben ugye hát várnak rá, vagy hogy az neki kell játszania, utalva ezzel arra, hogy ugye... Hát Demi Moore az első részben kopasz volt, borotválta a haját, hogy ugye ott a katonák között tengerészgyalogos. Ne lógjon ki a sorból. Így van, és akkor hát itt arra célzott, hogy azért, mert most Jade-nek sincs haja, ezért vállalhatja ezt a filmet. Egy kis apróság van ebben a dologban, hogy Jade-nek most azért nincs haja, mert beteg szegény. Igen. Na várj, oké, akkor vegyük először végig magát a jelent, és akkor utána átbeszéljük pro és kontra. Jó, az I love you, az kinek szól? Én szerintem a Jade-nek meg és a Will-nek, hogy nyugi, szeretlek. Előkészítesz egy poént, és kicsit oldod már azzal, hogy szeretlek, nyugi, humorizálunk. De hogy így szeretetből mondom, nem érzem egyébként annyira erősnek. És itt azt látod, hogy a Will Smith is nagyon nagyot nevet. De nézzük először végig az egészet, és akkor a kérdéses pontok. Egy ugorj vissza. Már először nézzük meg az egészet, jó. Tudom, átelemezzük utána kockánként. Nagyon jól szórakozik. That was a nice one, okay. Okay, itt kicsit még enyhíti a dolgot, hogy ez csak egy kedvesség, meg hogy semmi nincs ezzel baj, ránevetve a saját poénjára. És itt mondja a műsorvezető, hogy ohó, és azt látja, hogy Will Smith felpattan a helyéről, és elkezd felmenni a színpadon, ugye Chris Rockhoz, kinyomjuk a hívót. Na figyeld, megérkezik Will Smith. Ajaj. És egy iszonyatosan nagyot, nem ököllel, teli tenyérrel lever egyet a Chris Rocknak. Wow! Egy újabb furcsa pont, majd erről mindjárt beszélünk. Will Smith smacked the shit out of me. Hát azt mondja, hogy tulajdonképpen Will Smith a szart is kiveri belőlem, nagyjából így próbálja. Egyébként nagyon profil reagálni azt, hogy őt lepofozták élő egyenes adásban az amerikai művészvilág színe java előtt. Azért ez egy baromi kellemetlen szituáció nyilván, nem is vagy rá felkészülve. És tovább megy a jelenet. Itt üvöltözik a Wow, dude! It was a G.I. Jane job. Itt azt mondja, hogy ez csak egy humor volt, réfa volt, próbálja Chris Rock nyugtatni, és üvöltözik a Will Smith föl a színpadra, itt már azért lefagy mindenki. My wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay?
az, hogy ugye nevedd a feleségem nevét a szád, és I'm going to, tehát, hogy oké, nem fogom, vagy hogy vigyázok erre, vagy természetesen nem történik meg a jövőben, tehát, hogy nem fogom ezt csinálni, mondja a Chris Rock, de itt azért érezhetően nagyon megfagy az meg, egész. Meg. A jelenet, a feleségét, ha figyeled, mindenki írt el, eldöbben eltűnik a nevetés, tehát itt egy kicsit ez ugyan élőszerűnek tűnik, nem? Azért, mert szerintem egy poén kedvéért nem fagyasztanák le ennyire a közönséget, ennyire a hangulatot, ennyire a tévénézőket. Szerintem ez sok. Tehát, igen. Hiteles. Krisztra kinéz, vár, tök csönd van az egész gálán, mm-hmm. Nagyon that durva. Greatest night in the history of television. Okay. Ez a legnagyszerűbb este a televíziózás történelmében, tehát hogy utalva arra, hogy azért ez még nem történnek, hogy egy Oscar gálán élőben felpofozzák a műsorvezetőt. Okay. Vesz egy nagy levegőt, nagyon és egyébként tök profin. Hát figyelj, kapsz egy írdatlan nagy sallert. Na de én ezt arra szerintem mondom. Szerintem haláprofi. Igen, halál de én ezt profi. Arra mondom, hogyha ez egy kitalált dolog, tehát egy megbeszélt dolog, akkor biztos, hogy itt nem így áll meg. Érted? Tehát, hogy két ilyen színész csávó ez összebeszél, annak az még görgették volna, vagy valamit betesznek. De az hogy van, hogy amikor elnyomja a poént a vírröhög, akkor az mi történt? A feleség nem röhög? Ránézel a feleséged, de látod, hogy neki ez rosszul esik, és akkor kell váltanod, hogyha viszont bántják, akkor mész. Nézd meg, hogy amikor bemondja a poént, hogy röhög a Will Smith. Tehát, hogy itt van a poén, figyeld, és nézzek a feleségét és ott is. Azt nézd meg, ahogy fölnéz a feleséget, oda néz. Láttad az arcát a feleségnek? De itt még nem látom. Tehát itt ott nézd, nézd meg. Ott. Jaj, rosszat néztem. Jaj, hát nem a zöld ruhás. Az az anyja. Vagy ki ül a csáv? Ki ül a Will Smith mellett? Hát egy kolléganő vagy. Egy kolléganő vagy. A zöld ruhás a Jade. Tehát, hogy nem is azt a videót néztem. Ja. Én nem láttam, ja. Hogy a Jade is ott van. Persze. És mondom, valószínűleg paróka van rajta, mert ott ül a felesége mellett. De akkor az nem a feleség, aki rosszat nem. Nézek. Na várj, akkor megnézem a Jade arcát még egyszer. Ott ül a jobb oldalon. Zöld ruhában kopaszom. Oda néz, most néz meg. Láttad azt az arcot? Aha, na itt van. Tehát a feleségére vág egy ilyen, basszus. Ezt ilyen... kevertad Uma Thurmannel. Nem. Tök béna vagyok, de ül valaki a Will Smith mellett. És én azt hittem, hogy a feleségek valószínűleg parókája van, mert hogy a csajnak óriási hajkoronája van. De a Jade az tényleg tök kopasz, az úgy néz ki, mint a Demi Moore a G.I. Jane-ben. Rajta láthatóan nem megy át ez a poén. Nem. És azért érdekes, hogy itt a Will Smith viszont még de a Will Smith jól szórakozik. De valószínűleg ő utána látta a felesége arcát, és akkor esett le neki, hogy a Jade-nek ez nagyon rosszul esik. Aha. Hogy elsőként te is röhögsz rajta, tudod, hogy hol vagy, tudod, hogy megy a szurkálás, a rosztolás, ahogy ezt megszokhattuk ezeken a gálákon, és ott még a Will Smith azt gondolja, hogy ezen őnek igen, is kell oltogat, egyet röhögni. Igen. Oltogatja izé, és aztán ránézel a feleségedre, aki valószínűleg beteg. És leesett a tantusz, hogy és hogy ez túlment. Aha. Igen, van jogod megütni, ha bárki bármi olyat mond? Van jogod fölmenni és megpofozni? Egyáltalán Krisztoknak kell tudnia egészen szerűen biztosan, hogy a felesége miért kopaszodik, vagy hogy beteg. Ugye Amerikában kéne élnünk, hogy tudjuk, hát, hogy ez igen. Egy kint lévő információ, hogy a betegsége miatt kopaszodik. Szerintem ez kint van, tehát, hogy ezt tudja. Igen? Tudja. Aha. Na de nem, de pont az amerikaiak, akik mindenen röhögnek, tehát a zsidóznak, négereznek, náciznak, mindent nagyon durván megengednek maguknak, és az van, hogy ezt én humorral kezelem, mert tudok magamon is röhögni. Az, hogy kimész, felmész és megütöd te egy idol, egy világsztár, azt mutatod, hogy se az ingerültségedet, se a dühödet, se a frusztrációdat, se az érzelmeidet nem tudod karbantartani csak úgy, hogy igazságot veszel valakivel a színpadon és megütöd. Ez legalább olyan rossz üzenet, mint egyébként egy beteg emberen poénkod, és szerintem nem ütheti meg. Nincs joga. Mi gondolkozik ilyenkor? Ha fölhúzod magad, tökéletesen egyetértek veled, nem ütheti meg. Én is megütöttem volna. Lehet. Nem hiszem. Ott ülsz. Nem vagy ilyen felé. Most egy picit ennél szerintem jobban kéne ismerni magad. Szerintem nem mész föl. A családodat, érted, a beteg feleségedet. Na de várj, de egy Oscar gálán vagy. A Ricky Gervais olyanokat mond, olyan durvákat osz. Hát szerencséje akkor a Willnek, hogy nem ő volt a műsorvezető. De ez képest Chris Rock egy díja, hát a Ricky Gervais csinálja, az figyelj, az a csáv, az könyörtelen. Az figyelj, az mindenkit nagyon durván pirít. De pont ezért hívják föl egy angol komikus, ugye? Kegyetlenül durva a csávó, de így nagyon őszintén. Oké, a betegség az egy kicsit más, az arról nem tehetsz, de ott a Leonardo-tól kezdve a Harvey Weinstein poénokig, ott mindenki nagyon durván kapott és kapja és kapta. Nem ment föl senki megverni. Aha.
Szerintem te sem mennél fel. Nyilván elegánsabb lenne, hogyha felállna. Igen, felállnak mind a kettőnk is sétálnak. Nem lehet tudni egyébként, hogy ők a magánéletben, szerintem haverok, de nem lehet tudni, hogy lehet, hogy tudta is. Lehet, egyébként a 100% valószínűleg a TMZ az mindent megírt már korábban, tehát ez a legnagyobb ugye ilyen bulvár portál, internetes portál, és ők mindenről, mindenkiről megírnak mindent. Szerintem ez köztudomású lehetett már az Egyesült Államok, vagy köztudomású az Egyesült Államok, hogy beteg a felesége. Ez biztos, hogy övön a luli volt. Na nézzük meg még a pofont. Figyelj, nézzek a pofont, hogy jön vissza és röhög a Will Smith. Tehát, hogy jön, sétál vissza, lever neki egy nagyon nagyot. Wow! Hát ez és nem röhögés. Van egy olyan, mintha egy ilyen elfojtott kacaj lenne benne. Szerintem de vagy egy keserű az arca, vagy így ez inkább ez a nem hiszem el kategória. Igen? Én azt látom, hogy olyan, mintha visszafojtaná a röhögést, amikor wow. Nézd meg. Látod? Egy ilyen önelégült, kicsit röhögött. Nekem ettől gegszerűvé vált a dolog, ha itt megnézed az arcát, ahogy jön vissza. A pofon nagyon nagy. Nem lehet, hogy próbálja tűrtöztetni olyan szempontból is magát, hogy így billeg, tehát nem tudja eldönteni, hogy most ez igazából neki ezt a szitut hogy kéne kezelnie. Tehát hát semmiképpen nem így. Férként, filmszínészként, filmsztárként, stb. Tehát, hogy a maga a szituáció pont attól éles, meg attól valós, meg attól hiteles, hogy igazából egy ilyen kőprofi csávót is kibillent. A Will Smith-re gondolsz? Lehet, hogy egy kínos szenvedés van az arcán, tehát ez többféle... Nem ismered Willt. Egy önelégült, ilyen kicsit ilyen mosolygósabb arcot veszek ki belőle, de aztán az is lehet, hogy a csávó zavarban van ettől a helyzettől. Profon nézzük már meg, hogy az ott mennyire... Az nagyon nagyot szól. Mennyire realisztikus. Hát ott van. Oh, Richard! Ho-ho, itt röhög. Oh, wow! De olyan, mint a Chris Rock egy kicsit előrehajtaná a fejét. Tehát mintha ebből megint arra hajlok, hogy megvan írva a dolog, hogy egy kicsit így bedől előre, néz meg, hogy így gyere haver, üss meg, nézek, így előrehajtja a fejét, hátra teszi mindkét kezét le, hátra fogja. Hát bevárakozó álláspontban. Nem? Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Hú, de profi a csávó. Egyébként nagyon profi hozza. Tehát ezt így lehozni, hogy nem szólsz vissza, nem esel ki a szereből, ráfűzöl két poént, tovább görgeted az estét. Azért nagyon profi, nem? Tehát itt azért ez nagyon megalázó lehet, hogy országvilág előtt levernek neked egy sallert. Eleve fölmenni verekedni, de hogy kapsz egy nagyon nagy sallert, azt így lehozni utána, poénkodva. És itt tűnik megint nagyon... Itt tűnik megint nagyon eredetileg. Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane job. Keep my wife's name out your fucking mouth! Na most jó színész is eljátsza, hiszen színész, hogy baromi ideges. Oscar díjas. Vagy valódi indulatot látsz rajta, de Will Smith azt is lehozza. Én is azt gondolom, hogy valódi volt. Tehát összesítetted látva valódi, de lehozza ugyanígy. Ezt mondjuk én szerintem ezt a szitút így kb. Esetleg, de tényleg esetleg a Bence és te az állarcosban megtudtátok. Tudod, miből tűnik egyébként valódinak nagyon? Hogy azért ott ül a színészek színejava, és az a fagyás, az a rezgés változás, attól lesz az egész nagyon élő. Nem igen, hogy nem ilyen összekacsintós. Tehát nem egy jó indulatú nevetés, tudjuk, hanem hirtelen mindenki elcsöndesedik, és van egy ilyen, az a tudod, az a nagyon hideg dermedcsend, amikor egy kicsit úgy még hőmérsékletileg is meghűlsz egy kicsit. Energetikailag érzed, de olyan, mintha megfagyna az erejedben a vér, erre mondják, hogy van egy ilyen hűlés a teremben egy pillanat alatt, amit energetikában érzed, itt valami nagyon megváltozott most a teremben, valamiféle más aura, kisugárzás mindenkinek. Tudod, mi az érdekes még? Hogy itt ezután viszont a feleséget már nem mutatják, Jade-et. Igen, itt már csak a... I'm going to, okay? És itt hallod ezt a csendet? Na, ettől vált nagyon élővé. Figyelj, én adom, de szerintem nem verekedhet. Tehát én azt gondolom, hogy attól profi, és attól példakép, és attól idol, és hogy ő nem ezt üzeni azoknak, akik szintén mondjuk nem tudják kontrollálni az érzelméket, hogy ez egy megoldás, hogy engem megsértődnek, én nagyon is megverem. Mi van, ha fehér a csávó és fekete a Chris Rock? Akkor... Akkor hát, már? Akkor az tehát fehérként is ugyanígy felmehetnék megvenni egy feketét? Hát így sem mehetsz föl, most mondtad, de az biztos, hogy abban a pillanatban borulna a Billy. Ott ül most, nem tudom, mondjatok egy fehér színészt, ott ül Tom Hanks, és Tom Hanksnek beszólnak a feleségére. Uh-huh. Felmehet ma Tom Hanks megpofozni, vagy csak Will Smith pofozhatja meg Chris Rockot, mert hogy fekete a feketét? Milyen érdekes kérdés? Vagy akkor az már nettó rasszizmus?
akkor már menjen már föl Chris Hemsworth, neki 45-ös a kar. Chris Hemsworth lever egyet Chris Rocknak. Élete végéig nem kap több munkát, kiutasítja az akadémia, elfordul tőle a filmvilág, és azt mondják, hogy a csávó rasszista. Pofon és pofon között, akkor ezek szerint még az akadémia is hogyne tenne fú rasszisták egyébként. Biztos lehet különbséget tenne, és meghurcolnák. Így azt mondják, Will Smith a király megverte Chris Rockot. Vagy ha mondjuk egy fehér műsorvezető lenne, vagy humorista. A Ricky Gervais fönt van. És fölmegy Will Smith megverni, akkor Will Smith ugyanúgy rasszista, hiszen megpofozott egy fehér csávót. Véleményem szerint egyébként akkor ezt húznák rá. Tök érdekes helyzet, nem? És ha Jackie Chan megy fel is, és veri meg egy feketét, egy már meg egy kínai. Akkor nem, az... szerintem, ha a Will Smith fehér embert pofozott volna meg, akkor az nem rasszizmus. Most szerintem itt tartunk. Érte? Hogyha? Két fekete... Szóval színesbőrű, bocsánat, így PC, azt hiszem, tehát két színesbőrű pofoszkodik, oké, két fehér, oké. Ha a fekete pofoz meg fehéret, szerintem az most oké, ha egy fehér egy színesbőrűt, az most nem lesz oké. Tehát fekete megverhet fehéret, fehér nem verhet meg feketét. Én most azt gondolom, hogy az sokkal jobban kiverte volna a biztosítót. És ha egy fóka, egy inuitot? Az igen. Az bosszú. Az szikra bosszú. Az hát évezredek vannak mögöttük, érted, és mindig a fókák húzzák a rövidet. Fura Will azért, hogy a világ legnagyobb sztárja vagy, kapsz ideget, meleget, meghurcolnak, beszólnak neked, hogy ilyen szinten az indulataidat nem tudod korrába tartani. Tehát, hogy erre egyből az a megoldásod, hogy fölmegyek és megverem. Igen. És aztán lehet, hogy megbánod meg mindent, de hogy azért ennél azt gondolom, hogy profibbak, nem lehetsz ennyire ösztönös, igen, vagy nem lehetsz ennyire, hogy is mondjam, erő. Tehát neked pont példát kell mutatni. Figyelj, nem? Lehet, hogy nem tudjuk, hogy egyébként otthon tényleg ez milyen iszonyatos lelki válság nekik, még mennyire van nagyon-nagyon rossz hatással a házasságukra, vagy hogy mennyit örlődnek ezen a témát. Hogy rosszabb talált be. Ezen a gálán ott kellett lennie. Ugye jelölt volt, nyert is, tehát hogy ő nem maradhatott otthon. Lehet, hogy éppen olyan lelki paszban voltak, hogy így egyébként is otthon maradt volna, de mivel jelölt volt, mondom, ott kellett lennie. Nem tudjuk. És ennyire azért lehetett volna tapintott, és a másik meg az, hogy nem annyira jó ez a poén, most valljuk bőszintén, hogy ennyit kockáztassál vele. Vagy sértődés lesz belőle. Én szerintem nem a poén a lényeg, hanem, hogy kimerek mondani, hogy mert a humort még nem hagyta, nem tette tönkre a PC, és igenis még mindig tudok mindenem poénkodni. A Amerikának azért ez a hitvallása, még a PC ezt nem tette tönkre. De egy fekete nőn poénkodsz éppen. Poénkodtak azon, hogy rákos, hogy éces, hát mondom, egy Ricky Gervais, amit az Oscar gálán csinál, azt senki nem teszi ki az ablakba azért. Tehát ennél százszor durvábbakat. Jó, de akkor nem volt ott Will Smith. Ez a nagy szerencsére. Ugye fejlődünk Dudás Viktort, hogy csengett ez le az akadémián. Beszélünk kicsit az ügyről, meg az Oscar gáláról rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sok hozzászólás a Will Smith ügyhez, ugye megverte az Oscar gálán Chris Rockot. Mi? Verte meg egy pofont. Pofont, leadott neki, borzasztóan profi a Chris Rock egyébként, az, ahogy ezt lehozza, hogy az ember műsorvezetői szemmel nézi, hogy mit csinálsz egy ilyen helyzetben, nyom rá egy poén, tovább viszi az egészet, próbálja magát összeszedni, elegánsan reagál, nem kezd el utána rohanni. Jani közben elkezdett öltözködni, és megértem. Most már egy kicsit megyetek vissza a klímából. Az amerikai közhangulat Will Smith ellen van, minden fórumon ezt lehet olvasni, nagyjából 80 emberkinek, tehát nagyjából 80 ember az, aki nem ítéli el Will. Azért adta a pofont, mert a házasságban romokban Jada Porig alázta a világ előtt az augusztus megcsalással, rengeteg húzavonán mentek keresztül, Will sokan papusnak bélyegezték meg, ezzel a cselekedettel bizonyította, hogy ő férfi, a házassága stabil, jóban rosszban egymás mellett vannak, ő a mintaférj, minden körülmények között kiáll a felesége mellett. Leszte vérprofi, ez már egy másik hozzászólás, a gyereket vagy asszony bántják, szerintem van benne, ez felülírja a profizmust. Ha Willen viccelődne, azon Will is röhögne, de azért ha milliók előtt poénkodnak a súlyosan autóimon beteg felesége, de az nem ugyanaz. Gyerekét végignézik, akik azt látják, hogy az anyjuk hónapok óta otthon szenved. Chris Rock tudta ezt. Jade ugyanúgy posztolt erről sokat, hogy mind megy most át. Undorító ezen poénkodni. Szerintem a gyerek és az asszony bántása pont olyan, ami elismerhető. Én Willel vagyok. Jött egy másik hozzászólás. És egyébként az tényleg köztudomás, hogy nekik megromlott a házasság. Már nem ez a röhögök, hanem ezek felkezdtek felöltözni sapkákba. Hideg van. Egyébként is rátok jön durván, tudom. Feri pokrócban. Itt jön a rám jön a
Hogy hívják a klíma? Azt a kis kötött szettet közben, Jani, amiben vagy. Kötött sapka, kötött sál, kötött kesztyű, nagyon jó. Igen. Még a sajátodat is elhozhattad volna, de nem rossz ez a rózsaszín szett. Mondtam Móninak, hogy rakjon már össze egy kis szettet, amiben biztos nem fog fázni. Ő azt gondolja, hogy ebben nem fogok. Össze. Elég szomorú egy másik hozzászólás, hogy már nincs az úgynevezett lovagiasság. Az én feleségemet, barátom, a gyeregemet sértegetné valaki, főleg nagy közönség előtt. A szégyenérzet is sokszor zódik, akár megrendezett, akár nem. Tuti hasonlóképpen járnék el, és nem mint sok fotel huszár, és nem is úgy írom, egy régi módi pasi. Gábor küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, és hát rengeteg hozzászólás. A komplett amerikai bulvár média ezzel foglalkozik. Megnéztük egyébként Will köszönő beszédét, amikor átvette a díjat, ezt még itt többen elküldtétek. Ott ugye végig zokogja az egészet, és azt mondja, hogy feketeként őt mennyi atrocitás ér, és el kell viselned, hogy beszólnak, és hogy ő ugyanúgy megvédi a családját, ahogy egyébként a filmben ugye a Williams tesók apja védte meg a saját családját, erről beszél, és arról, hogy nem fogja hagyni, hogy bántsák a családját. Bocsánatot kér ott egy-két embertől. Chris Rock egyébként nincs közte. Így van, az akadémiától kér leginkább bocsánatot. Akadémiától bocsánatot kér, zokog, és azt látjuk itt különböző verk videókon, hogy ott amíg reklámszünetre megy el az akadémia, vagy az Oscar díját adó, addig ott vigasztalják, törölgeti a könnyeit, tehát nagy valószínűséggel, igen, ez nem egy megrendezett jelenet. Látva ezt a sok-sok körülményt, ami történt. Még arról is beszél Will, hogy Denzel Washington nyugtatta őt a díj átvétel előtt vagy utána backstage-ben, hogy figyelj, haver, te akkor a sztár vagy, hogy neked nagyon észnél kell lenni, és innen lehet a legnagyobbat esni, úgyhogy tűrtőztesd magad, mondta ezt Denzel Washington, megvigasztalva a Will Smith-t. Egészen megrázó a jelenet, meg ami utána történt, meg ahogy zokog Will, aki elmondja, hogy nem hisz az erőszakban. Igen. És az erőszak nem megoldás, mondta, úgyhogy éppen fölpofozta a műsorvezetőt. Kivéve? Kivéve igen, ha bántják a feleséget. Most az azért érdekes. De legalább az Oscar gálán történt valami, mint hogy megint a ruhákról, meg a félig fonnyadt krokettekről beszélgetünk, nem? Tehát, hogy végre valami életszerű, végre igen, valami olyan, ami nem egy ilyen megrendezett, hú, de nagy gegget csinálunk majd, hogy rólunk beszéljenek. Nem? Hát már évek óta nem tudtál nagyon miről beszélni az Oscarra kapcsolatosan, most az biztos, hogy itt lehetett. Igen. Én örülök egyébként az ő Oscar díjának, mert szerintem egy nagyon jó kis színész, nagyon sokoldalú színész, hát ugye őt nagyon sokáig úgy könyvelték el, mint egy ilyen tipikus komédiás alkat, ugye a karrierét is úgy kezdte mindenféle ilyen sorozatokban, és egy rengeteg nagyon szórakoztató filmet is készített, de voltak azért komoly moziai is, és én már arra számítottam, hogy annak én az Aliért, ugye Muhammad Alinak a megformálásáért is, mert az egy nagyon nagy átalakulás volt a részéről, meg egy nagyon nagy belélés, nagyon nagy mozi. Nagyon jó. Igen, pontokon volt a karrierje, mellőzte az akadémia, félrerakták, szóval nagy hullámvölgyő is. De pont arról beszélgettünk Ferivel, hogy milyen érdekes, hogy a világ a tenyerükön hordozza őket, dollármilliómosok, iszonyat karrier van mögöttük, és látsz egy zokogó embert a színpadon, aki az előbb éppen megütött valamit, hogy az élet dolgai, mint a betegség, a halál, a szorongás, a karrier, a szakmai megítélés, az ugyanúgy démonokkal küzdenek, és azt gondolnád, hogy te az ő életében valószínűleg a világ legboldogabb embere lennél, lábad előtt Hollywood, szép család, dollár, milliók, milliárdos vagy, bárhova mész, imádnak, és azt látod, hogy egy összetört ember áll a színpadon, aki törölgeti a saját könnyeit. Tehát, hogy a belső démonok, azok ott vannak, és a belső munka nem elkerülhető nekik sem. Ha azon nem mész végig, akkor nem egyszer muszáj ezt elvégezni. És egy zokogó, taknya nyálá törölgető embert látsz a színpadon, aki nem csak azért sír, hogy megnyerte, hanem mert egy olyat csinált, amire nyilván nem lesz büszke. Hogy a démonok ugyanott vannak, mindenki feje fölött, az egyik alkohol problémákkal, a másik verekszik, és nem kezeli az indulatait, a harmadik túllő egy poént, és nem tudom, már lehet, hogy ő is nagyon megbánt, mint műsorvezető. Ugye, hogy mekkora sztárok. Hát ez a fajta népszerűség azért szerintem már nehezen kezelhető. Hát hogy az meg a másik, hogy nem tudsz érted elmenni a boltba egy kiló kenyérért. Tehát, hogy nincs emberi életed gyakorlatilag, és valóban ott a csillogás, valóban ott a sok pénz, valóban ott a hírnév, nem lehet szerintem vele mit kezdeni, és most esett ki, hogy egy emberi reakciója volt a csávónak, ez a pofon ugyanis az, még ha mondjuk te azt mondod, hogy te nem mennél föl, egy csomó hallgató meg azt mondja, hogy de igenis a családomért én odaállok, tehát van egy olyan emberi reakció abban a gyönyörű, kifelé gyönyörű életben. Igen. Mert még a sírás is sokszor mű az Oscar gálán. Köszönöm a rendezőnek. És most ott van a teljes emberi. És ott van az összetört Will Smith. És hogyha látná, mondjuk itt kamera megmutatná, hogy mi van a papíron, akkor lehet, hogy bele is van írva, hogy igen, megköszönöm, hogy ilyen anyának sírás. Oké, utána megköszönöm, ez sírás. Igen. Szóval, hogy egyszerűen, de valahol jó ezt látni. És valahol nem is azt mondom, hogy jó, de hogy valahol azt gondolod, hogy ugyanolyan emberi és ugyanolyan démonok, mint aki
akivel mindenki küzd. Nem dollármilliók és nagy szerepek, de a hétköznapi dolgok, betegségek, traumák, előrelépés, karrier, munka, az ugyanúgy nem kerül őket, és ugyanolyan érző lények, akik vagy dolgoznak magukon, vagy sokat szenvednek. Ez a két ez a két választásod van. Na, itt van velünk mindjárt, akivel kielemezzük az egészet. Lehet, hogy ő egyébként nem is aludt semmit? Vagy egész éjszaka fenn volt? Dudás Viktor. Dudás Viktor, ez ma már a második, akit felhívunk, és nem aludt semmi. Igen. Hello Viktor, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Jó reggelt. Hello. Na, itt hosszasan elemeztük a Will Smith point, egyrésztről legalább történt valami. Igen, mi történt? Az aktuális legjobb válasz, bárkitől megkérdezik, te is milyen volt az idei Oscar? Nem tudom, a pofonnál már bealudtam. Igen, igen. Nagy folytatása van ennek kint? Most azt olvassuk, hogy talán büntető eljárás van, vagy rendőrségi feljelentés? Hát ebből is gondoljuk, hogy nem komu a dolog. A Los Angeles-i rendőrség kiadott egy nyilatkozatot, amit az akadémia is ellenjegyzett, hogy a Los Angeles-i rendőrséghez hivatalosan nem érkezett feljelentés a Dolby Theaterben történt inzultus kapcsán, de nyitottak arra, hogyha ez a feljelentés megérkezik, akkor azonnal lefolytatják a szükséges eljárásokat, és akkor ennek megfelelően rendőrségi ügy lesz belőle. Amennyire tudom, a Chris Rock az ügyvédjén, vagy az ügynökén keresztül jelezte, hogy ő nem kíván feljelentést tenni az ügyben. De hát most már azért igen komoly visszhangja van, hogy a Will Smith-t példásan büntessék meg, és hát ez tulajdonképpen az egész filmszakmának egyfajta arculütése volt. De most nyilvánvalóan a stand-up komikusok is igen komolyan zúgolódnak a Will Smith tette ellen, mert hát azért ez valóban nehezen védhető. Igen, hát az amerikai stand-up műfaja valójában erről szól, hogy humorban nincs kegyelem, és minden belefér, és tudok rajtad röhögni, tudsz magadon röhögni, tudunk egymáson röhögni. Tehát ennek ott van az igazi hagyománya, ezért ennek az arcul csapása. Igen, röhögnek magukon, a saját alkoholizmusukon, betegségükön, másén. Ez nekünk azért nagyon más. Ráadásul, amikor a Chris Rock vezette az Oscar-díjat néhány évvel ezelőtt, akkor is volt egy külön személyre szóló poénja a Jonas Pinkett Smith-nek. Tehát lehet azt mondani, hogy tőle ez egyfajta visszatérő motívum volt. De hát ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye 8 ember írja a szövegeket az Oscarra. A független az, hogy a Chris Rock ezzel egy önálló humorista, és ugye hát ő már vezette az Oscart is. Azért nem úgy van, hogy szérokból kezdesz ott neki poénkodni. Tehát ezt azért valószínűleg többen megnézték, és többen jóvá hagyták, hogy jó, akkor ez a poén mehet, vagy nem mehet. Mert hogy ki reagálta túl, és miért reagálta túl, ez most sajnálatos beszédtéma lett, de önmagában azt gondolom, hogy a show sajnos nem sokat lépett előre. Tehát ugye az a fajta nagy fogadkozás, hogy a Will Packer a show-nak a producere, akit ugye jelen pillanatban a legprominensebb afroamerikai producernek tartanak számon, hiszen 8 filmjével is, 8 egymás követő filmjével a bevételi listák élén nyitott. Ugye az ő filmje volt például a Pofázunk és Végünk, meg a Csajtúra. Tehát tőle azt várták, hogy valami nagyon-nagyon látványos megújulás lesz, de ehhez képest szerintem egyfajta műfaji kacsvasz lett, tehát egy ilyen 1990-es évekbeli MTV videó vagy Movie Awards keverve a legrosszabb momentumaival a néhai Golden Globe-nak, mindezt az Oscar színpadán. De Viktor, és mi van, ha ez volt a megújítás, ez a pofon? Mi van, ha ez mégis tervezett, megrendezett volt? Úgy döntött a producer úr, hogy ezzel dobjuk meg a show-t. Hát figyelj, Feri, hogy szokták ezt mondani, hogy az ötlet nem rossz, de a jó ötlet nem ilyen. És a kivitelezés se. Megfagyott a dolog. Na jó, beszéljünk egy kicsit magyar vonatkozásról is, csak említsük meg ugye, hogy a Dűne című film, ami egyébként nagyon sokat kapott, hál' Isten az a nagyon fáradt western, az nem nyert nagyon sokat, ennek nagyon örülök külön, borzasztóan unalmas szerintem. De azért hát, a Dűnének... Volt egy jó poén erre, azt mondta a Wanda Sykes, hogy háromszor néztem végig azt a filmet, és kb. Most tartok a felénél. Tökéletes, kéne elkezdtem, figyelj, hát az valami egészen elképesztően, bőletesen unalmas. Hát, igen, úgyhogy ne is beszéljünk róla, viszont Csíkos Zsuzsa
Szípos Zsuzsa harcogja egész Budapest, mert hát ugye van egy újabb Oscar díjunk, amire nagyon-nagyon büszkének lehet lenni. Ugye évek óta megy a hír arról, hogy Magyarországra mennyi világsztár jön filmet csinálni, és ugye a magyar szakemberek mennyire jók, és ugye voltak sokan, akik ezt ilyen fanyalogban meg a hitetlenkedve, ó, persze, mert udvariasak az amerikaiak, amikor idejönnek, azért mondják, hát itt a példa, hogy tessék, egy világszínvonalú produkcióval, amely gyakorlatilag egyébként az Oscar jelölt filmek közül egyetlen, amit ugye kasszasikernek lehet mondani a bevételek alapján. Egy ilyen filmnek a látványvilágát magyar szakemberek alkották meg, úgyhogy erre az egész világ filmszakma felfigyel és elismeri. Ez egy hatalmas elismerés a magyar filmes szakembereknek. Igen, ugye a Düne díszlet berendezője, tulajdonképpen így lehet ezt fordítani magyarra. Itt is forgatták, vagy hát bizonyos részeket itt forgattak egyébként. Hát amennyire én tudom, a filmnek a belső tereit, tehát minden, a filmen belső tér, azt mind Magyarországon forgatták, és ugye ott minden egyes beállítás, minden egyes bútor, meg minden egyes fal, meg díszlet, meg lámpa, meg stb., hogy az úgy nézzen ki, és úgy legyen, és ott legyen, és egyáltalán forgatható állapotban legyen a szett, az a szitózizelmet és a csapatának köszönhető. Tehát, hogy nagyon-nagyon büszkének lehet lenni rájuk. De mi ez a megkülönböztetés, hogy ezt nem élőbe adták át, ezt a díjat? Ugye ez a díj is pont beleesett abban 8-ba, talán 8 olyan díj volt? Igen, 8 díj volt. Hát ugye, mert az ABC társaság, amelyik közvetíti az Oscart, ugye van egy furcsa csavar, ugye, hogy az ABC-nek a fő tulajdonosa meg a Disney, tehát ugye a csatornák, ugye, meg a tulajdonosa között is van egyfajta háború, az ugye azt mondta a producereknek, hogy 3 órán át nem lehet hosszabb a díját adó. Aha. És ugye ezért próbálták felpörgetni azt, hogy most 8 díjat kiválasztottak, amelyet majd jövőre, ha hiszem, amennyiben ugyanebben a rendszerben marad a dolog, akkor rotálni fognak, tehát nem pont ez a 8, ami most rövidítve került átadásra, mert hát azért mondjuk a vágó azért az mégiscsak egy fontos dolog, hiszen a filmnek az alapja a vágás, ugye azt azért nem lehet, hogy ilyen szőnyeg alatt adják át, de ennek is az volt a célja, hogy valahogy megpróbálják felgyorsítani a show-nak a tempóját, ami azért részben sikerült is. Ugye hát köszönhetően részmésznek, ugye ezekről a dolgokról most nem nagyon fogunk tudni a jövőben érdemben beszélni. El kell tennie néhány napnak, hétnek, hogy az idei Oscar-díjat ki tudjuk értékelni, mert szerintem azért jelen pillanatban az Amerikai Filmakadémiának az elnöksége, az várom már, hogy mikor fog megjelenni az a videó, amikor úgy üvöltöznek, mint a Christoph Gans, ugye, hogy volt van ez a jelenet, ami többször több különböző helyzetre feliratoztak. Ugye a Hitlerről szóló Bukás című filmnek az a nagy jelenete, ahol kivorul a főnök, és ugye igen, annak van magyar változata is. Várom, hogy az akadémia elnökének az ilyen jellegű speech-ével feliratkozva majd egyszer csak megjelen, mert ott most szerintem a szőnyeg szélén áll mindenki. Hát tehát egyrészt, hogy a show nem sikerült úgy. De a show évek után nem sikerült, évről évre esik a nézet, csak a kutyát nem érdekli, mert ez a Will Smith. Tavalyi volt a minden. Igen, az volt a legkevésbé nézett, talán igen. A tavalyi? Igen. A tavalyi volt a legkevésbé nézett. Hát figyelj, szerintem azért is el kell gondolkozni, hogy most az a Covid rendelkezéseknél nagyon komoly Covid szűrő szabályok voltak. Lehet, hogy jövőre mondjuk drogszűrést is kéne csinálni a belépéskor. Mert, ne vedd el tőlük az utolsó jó dolgot, ami egy Oscar gálán is tehetsz, hogy Denzel Washington a szív szabudiban nem áll, legalább ezt ne vegyük el tőlük. Mi lesz a következő svéd, azt se legyen? Igen, sonka teker se legyen, igen. Na jó. Sonka teker, az lehet. Igen. Csak tényleg tormakém legyen benne, és ne valami más fehér krém. Jó van. Viktor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, köszi. Én is köszönjük szépen. Ciao. Ja, bocsánat, ez nem volt elegáns. Igen, most kicsit gondolkozott a szavakat. Hogy nagyon fáztok? Ő. Hát nekünk nem jó. Nagyon fázik? Igen, na 14 fok van. 14, hát ez, de most jövünk föl. De rátok megy ennyire? Itt van a klíma mellettem. Azt úgy látom, hogy úgy borzongtok. Rám csak olyan kellemes, mert amire idejön, addigra felmelegszik. Ki csinálja ezt most? Fozol, biztos az csak lehet. Biztos, hogy az van mögöttem. Igen, ezt jól bírom, most 14 fok. De látom, hogy a beszélgetés alatt 9 fok volt, amíg a Dudás Viktorral beszélgetünk. 9 fokra ment le. Szórakoztató. Ez most nem volt olyan, mint az én frizurámmal. Kicsit, hogy kezd eresedni a szemöldököd, meg minden. Azt látom, hogy van egy Daikin játékunk, és a hallgatók állítgatják a klímát. Ezek nem őszőrszálak a szakállamban, ez a jég.
Igen. Na még lehet állítgatni egyébként, ugye a rádió egy holdalán a Daikinnál, ha plusz-minusz gombot megnyomjátok, közötte van egy kis karika, ott tudtok regisztrálni, csak azért, hogy ugye ti is megnyerhessétek a klímát, azt ha már belül. Mókázgatunk, de amikor elkezdett fázni. Nem, ez egy éve is így volt, rögtünk, és annyira fáztunk a 9 fokba, hogy könyörögtünk, hogy vegyék följebb. Most nagyon hideg van, tényleg, tehát hogy még itt is érzem pedig. Hát tudjátok, milyen játszatok, gyerekek. Igen, tudjátok, mit csináljátok? Nyomjátok már fel egy kicsit. Inkább izzadjunk, vagy inkább fázunk a héten? Inkább legyen meleg, nem? Inkább legyen meleg. Kérjük azt, hogy lehetőleg legyen meleg, drága hallgatók. Kicsi pluszba vigyétek már el, léci, mert ez most elég aljas. A 9 fok az már nem volt szórakoztató, jó? Úgyhogy szavazzatok, de egy kis kegyelmet most adjatok, mert párásodnak az ablakok. Pedig Móni ellátott meleg ruhával, de... Igen, nagyon helyes a kis sálad, a kis sapkád, úgy nézel ki, mint egy mesehős, aki szánkózni indul Peti meséjébe, mit tudom én. Tehát, hogy ilyen nem olyan, hogy a kisfiúk elindul szánkózni. Sapka, sárkesztyű. Soha nem ér haza a hidegből. És milyen kis, hogy hívják, egy kis egérkompatibilis, újatlan kis kesztyűim vannak. Igen. Nagyon szép. Az tökéletes. Kár, hogy női. De jó egyébként tényleg. Na jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk rögtön a hírek után. Bocsánat, Mr. Jackpot úr. Nem akartunk beleszólni. Jó Isten, milyen üdítő jellege hat egy ilyen pofon, erről beszélgettünk, nem? Hogy most igaza van, vagy nincs, ez egy más kérdés, de hogy látsz végre egy őszinte reakciót, hogy a túltolt PC, meg a tényleg a politikai korrekt hozzáállás, meg minden megölt, és látsz valakit valódi érzelemmel egy Oscar gálán valakit lepofozni. Nem biztos, hogy helyén van, nem jó megoldás, szétcizeláltuk, hogy szedtük ezt a témát, de hogy ugyanakkor meg valahogy annyira élőszerű, hogy ez így még valami megmaradt a régi világból, amikor oda ment egy pasihoz, és nem elítélve az erőszakot. Én most ne értse félre senki, amiről beszélek, de hogy ez nem egy ilyen maníros maher szit, amit kitalált 4 forgatókönyv, és akkor lejátszották oda, és levert egy nagyon nagyot szerencsétlen Chris Rocknak, és többször megnézi az ember a felvételt, mert egyébként elképesztő, de hogy így ha annak arra az oldalra állunk, hogy ez valódi, akkor legalább tök jó, hogy van még valami igazán valódi. Ha kamu, akkor meg nagyon jó kitalálták, mert akkor viszont sírás, zokogás, taknyon, csúszás, minden van. Többen szavaznak a stábból, hogy kamu, többen szavaznak arra, hogy igaz. Úgyhogy megoszlanak nálunk is a vélemények. De minden esetre az olyan, a pofon az olyan régi világból igen, valónak tűnik. Még. Ami nem megoldás, meg nem ezt mondom. Egy poén kedvéért nem áldozta volna be Will Smith idézőjebe a feleségét. Tehát, hogy a felesége kárára a való poén... A felesége arca tényleg durva. Az tényleg durva. Én rossz nőt néztem hosszú ideig, az tényleg durva, hogy ott vág egy arcot. De mondom, hát legalább történt valami, csak úgy sokat lehet erről beszélni, vagy beszélgetni. Sok árnyoldala, sok oldala van, sok aspektus ennek a témának egyébként, hogy mész bunyózni, vagy nem mész bunyózni. Jó vagy nem jó. És hát akkor ugye ne felejtsük el az inuitot, ha megüt egy transzneműt, írja valaki, hát ezt tovább lehetne cizellálni, hogy fehér a feketét, fekete a fehéret. Bizony. Inuit a transz, az inuitot, miből lenne nagy felháborodás, kit tenne tönkre a szakma és a filmvilág, ha mondjuk felmenne. Most fekete ütött feketét, isteni szerencse, nem? Jól jött ki a sorsolás, tehát ez most így jó. De ugye hát ez ugyanebben a formában már fekete-fehérrel nem lenne elfogadható. Ahogy írt az egyik kedves hallgatónk, hát hogyha feketék, akkor fekete Laci kéne felhívni. Ott is biztos voltak melyen problémák, érted? Igen. Ha kis Laci nem húzott bele a 400 kilóba, akkor érted? Azért fater oda ment azt. Igen. Na, hívnod kell valakit, annak, hogy benn vagy? Hát egy nyertest kéne, nem? Ja, most adjuk na, át, hagyjuk át, jó? Ne, hagyjuk, hogy adjuk akarod? Át. Most egy kicsit jobb idő van, 13 fok, köszönjük szépen. Aha, hát tényleg jó. Django elszabadult. 13 fok. 13 fok, igen, de most egy kicsit jobb. Ugye most olyan vagyok, mint a Dudás Viktor. Igen, szegény. Ugye, hogy tudtok szavazni? Ma lehet, hogy sokaknak nem sikerült, de nyugodjatok meg, egész héten lesz a játék. Rádió egy oldala, Daikin, ott van a fok alatt egy plusz-minusz jel, és a középső kis körre, ha mentek, ott tudtok beregisztrálni és nyomkodni. Azt hiszem, először kell nyomkodni, aztán most regisztrálni. Vagy először regisztrálni, aztán nyomkodni. Előbb regisztrálni, aztán lehet nyomkodni. De így működik van. Még az oldal, ha ma le is fagyott, mert nagy volt az érdek. Jó, annyit kérnék, hogy próbáljuk meg reprodukálni majd holnap a jobb oldali képet, jó? A plusz képet, igen. Nagyon jó. Nagyon helyes, köszönjük szépen, nagyon jó fejek vagytok, de na. És mi van akkor, ha egy apacs üt meg egy
fehéret. Na? Tehát indiánoknak szabad pofoszkodni, ugye indiánok viszik a kaszinó bizniszt. Legalábbis a hoteleket, a kaszinos hoteleket, azokat indiánok hát üzemeltetik. Indián rezervátumokban van. Egy kontinens méretű országot vettek el tőlük, szerintem egy-két pofon. Tehát indián fölmehet a színpadra megpofozni valakit. Uh-huh. Aha. Egy sápatarcút? Tessék. Megpofozhat egy sápatarcút, mert tüzes vizet vitt a földjére? Szerintem igen. Igen? Szerintem ezt hát régen így hívták, az indiánok bennünket sápatarcúnak. Mi voltunk a fehér sápatarcok, akik tüzes vizet vittek az ő földjükre. Ők meg a részbőrűek. Mi volt előbb, a sápatarcú kifejezés, vagy a részbőrű? Szerintem a részbőrű az egy válasz volt a sápatarcúzásra. Igen. A sápat arcúakat adták ugye a bevándorló fehéreknek, akik az 1700-as években, a telepesek, akik ugye benépesítették Amerikát. Az indiánok az igazi benszülöttek. Igen. Hát ő az ő földjüket vették, elölték le az állataikat, és építettek városokat, meg vasutat. Akik valójában fel lehetnek háborod, azok az indiánok. Igen. De egy indián megverhet egy fehéret? Igen. De akkor és egy fehér egy indiánt? Hoppá! Az már nem ugyanaz. Egy fehér nem verhet meg egy indiánt. Hát az nem. Azt mutatja, ami történt velünk az elmúlt 300 évben, hogy egyszerűen gyarmatosítottuk a ti világotokat, földjeiteket. Egy mesztic megüthet egy mulatot? Hát, ha jól mulat. Azt csak egy mulat. A telefonál inkább. Hívjuk akkor gyorsan igen. A nyertest, jó? Jó. Na, azt mondja, hogy oké. Okay. Tud róla, nem tud róla? Nem? Tök spontán hívás? Jaj, de szerettem az ilyet. Ha nem veszi fel, újat hívunk? Vagy? Mit állítod be? De úgy döntsünk, hogy ki nyerje, hogy mit állítod be, mert ugye látjuk, hogy ki igen, mit állított. Ha nagyon mínuszoztál, akkor véged van. Akkor ne adjunk neki klímát, akkor nem érdemli meg, ha szemétkedik. Igen, tessék. Petra, Balázs, hello, Rádió 1, ciao. Sziasztok. Szinte Jani is, meg a Feri is beöltözve, ussankába, sapkába, pokrócba. Bár egy kicsit melegedünk. Te mire szavaztál? Ó, ezt nem mondom el. Aha, szóval. Akkor úgy kérdezem, hogy 7 fokra szavaztál? 7 fokot nyomtál? Hát lehet. Tudjuk, hogy mit nyomtál, a mi IT-saink nagyon durvák, mindenkinél látjuk, ha valaki regisztrál, hogy mit nyomott. Őszintén. Durván beküldted a 7 fokot nekünk? Hát nagyon aranyos vagy. Hát véletlen volt. Ja, a 10-20-at akartál, nem? De nem baj, ez benne van, hogy az ember szemétkedik. Hol kaptunk el, Petra, hol vagy? Nyírtelek. 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 Aha, nyírtelek. Aha, fogalma nincs. Nyíregyháza mellett. Köszönöm szépen. Bocsánat, elnézést. Keveset van akkor. Nyírségben. És milyen foglalkozol, Petra? Hát most itthon vagyok a 3 hónapos kisfiammal. Ó, a legszebb hivatás. Igen. Igen, és a legnehezebb. Igen, mondd ezt valakinek, akinek ilyen napul üvölt a gyerek, és nem alszik. Oké, Petra, mit szólnál, ha lenne egy gyönyörű Daikin klímád? Hát nagyon-nagyon örülnék. Jönnek a meleg nyári napok. És akkor már szépen eligathatod. Viszont úgy tudjuk csak kivinni, hogy fix 7 fokra van állítva, mint amire te állítottad nekünk. Nagyon jó felvetés, fix 7 fokkal. És a kültéri csak fél év múlva szállítják. Petra, gratulálunk neked, van egy gyönyörű szép klímád. Képzeld el, hogy néz ki ez a két varázsló itt bent, most látom az online kamerát, dzsunga, Feri, mint egy ilyen ajahuszka mester, aki ül a tábortűz veled, és rögtön ajahuszka szertartás bonyolít. Jani meg egy bogyó és babócából kilépett mesehős, aki a Peti a szánkójával indul nem sokára részben, a bogyóhoz szánkózni. Illetve úgy nézek ki, mint aki nem számított volna arra, hogy decemberben Muraóban tél van, és fel kellett nyomni egy víkendházat, hogy találjon magának valami meleg holmit. Igen. Petra, gyönyörű klímád lesz beltéri-kültéri egységgel, meg nem mondom most hány kilovattos, de biztos, hogy nagyon szép, inverteres, úgyhogy csodára nem fogtok izzadni nyáron. Jó, de jó, nagyon köszönjük. Gratulálunk. Tudja a párod, hogy beneveztél, vagy ez ilyen meglepi lesz neki is? De most előbb hívtam, hogy hát, ha esetleg benne vagyunk, illetve múlt héten mondtam, hogy szavazzon, hát, ha megnyerjük a pici fiúnak, hogy ne legyen olyan melege nyáron, de hát úgy látszik, sikerült. Nagyon jó, gratulálunk, használjátok egészséggel. Jaj, nagyon szépen köszönjük. Ciao, ciao, hello, hello. Holnap már rendes fokot állíts. Igen. Jó, megvan a klíma, jó, megpróbálom. Most már lehet. Puszi, ciao, ciao. Puszi. Sziasztok. Szia, szia. Mi van, ha egy eszkimó üt meg egy zebradániót, akkor? A zebradániónak igaza ez van. Ez egy jó felvetés. Nagyon jó. Kinek van igaza? A zebradániónak, vagy az inuitnak? Aha, ez egy jó felvetés. Beszóltak a zebradániók az inuitoknak valahogy? Fontos kérdés, hogy mi van ha egy nyírteleki üt meg egy nyíregyházit? Aha. Akkor mi van például? Az elő-elő vagy egy vitorlás hal egy gőzmozdonyt. Ez is nagyon érdekes kérdés, igen. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Valahogy rájöttünk arra, hogy az Eurojackpot a héten a szponzorunk.
Egy ilyen talán hallottuk az adást. Hát nagyon köszönjük. Egy négyessel szponzoráljanak minket legalább egy négy találatossal. Egy négy találatossal, vagy adjanak két darab nyerőszámot, nem kérünk semmit. De úgy hirtelen elkezdtünk játszani a gondolattal, hogyha most valaki jól mondja az 5+2 számot, és nyer 16 millió eurót, mi lenne az első, amit venne, kiről tudnánk meg, hogy nyert az Eurojackpoton, és ki tudná stábban évekig úgy titokba tartani, hogy semmi nem változna az életében. Mindenki eljátszott a gondolata, hogy basszus, ha én nyerném, akkor fejezd be a mondatot. Mondjuk akkor... álljuk csak meg, hogy ki csinál és miből vár a tévésorozatot. Lehet, hogy már hulika, megnyerted az Eurojackpotot, érted? Aha. És te finanszírozod a saját tévéműsorodat? Vagy haver, az ENC nyert, és ő. Menő producer lettél, és Eurojackpot milliárdos vagy? Ugye 16-18 millió euróról beszélgetünk, nagyon tehát ez valami egészen elképesztő. És rájöttünk, hogy valaki nagyon megváltozna, van, aki ugyanúgy jönne be, és még talán lehet, hogy hónapokig a párja se tudna arról, hogy megnyerte az Eurojackpotot. Ez volt az egyik témánk, a pofoszkodás, az Oscar gála, meg a másik. Tudod, mit vennék belőle? Hatos lotoszelvényeket, hogy azon is nyert. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Akárhogy szó szóba kerül a lottó, meg a lottó nyertesek, én abban a pillanatban játszom. Tehát, hogy így rögtön. De borzasztó rögtön. Lehet neked így reménykedni mindig, nem? Vagy ebben nincs egy ilyen reménykedés? Nem az. Nem? Nem fogod megnyerni valószínűleg soha. Nem, hogy igazából úgy vagyok ezzel, hogy ez egy ilyen bónusz az élettől. Én nem látom, hogy a seggére csapsz, és azt mondod, hogy ej, gyere Móni, akkor világkörüli út, és akkor induljunk el, és akkor úgy bele megyünk. Lehet, hogy a Honda CR-V-t lecserélnétek egy újra. Miért cserélnek rá? Na, miért na. Vagy ez mit tudom, én nem használtam benned a téli gumit, hanem beruháznál négy tényleg újra, nem keveset futott téli gumikkal. Vagy mit? Tehát, hogy ilyen változásokat látok, de azt gondolom, hogy hármunk közül mi jobban elvesznénk a Ferivel ebben. Tehát, hogy te ugyanúgy megmaradnál annak, aki vagy, meg ahogy élsz. Utazás. Semmi szükséged rá, ne te nyerjél. Állatvédelem. És egy várnak az ásatását finanszíroznám. Ez a három. Mondom, dolog hogy lenne. Kidobott pénzt, legalábbis az utolsó. Hát ezért mondom, hogy ne nyerje. Úgy tudnád eltitkolni, hogy dollármilliómos lennél, hogy igazából nem vennénk ezt. Rajtad észrevennék. Az biztos, hogy látnád rögtön. Szerintem azonnal. Piros Ferkó beállna ide. Öcsém, hát, és tudod, hogy állnék meg itt a piros Ferkóval állnál meg? Minden reggel úgy, hogy nem vennék parkolójegyet. Büntess meg minden nap! Nyilván az a baj, hogy amikor már kezded ezt megmutatni, hogy nyertél 15 milliárd forintot, akkor tényleg az van, amit én megkérdezném, hogy honnan van piros Ferrari-t. Nyertem a Eurojackpotot. Megmondanád? Frankon bemondanád? Azt mondanám, hogy vettem a iziből, az étteremből. Mit tudom én, hogy 10 évre hosszabbított az Osan, és előre utaltam. És befinanszíroztál, belízingeltél egy nyílt végű leasingre, cégre, visszaingelted a féláfát. Mit tudom én, belízingeltél. Egy 20-as leraksz, elhozhatsz egy Ferrari, tehát azért oké, nem kevés. Mennyi lenne az, amit félretennél? Föltölteném a tavat, öcsém, hogy vehessek rá egy nagy hajót. Zsül, mi lennél? A Zsülnél hogy vennék észre, hogy nyert a lottó? Mi lenne az első, amit vennék? Bejönnél, és Eurojackpot milliárdos vagy. Néz rám? Uh-huh. Ugyanúgy nézni ezzel a félrévetek ilyen gondolkozó tekintetével. Én nem venném észre, hogy Eurojackpot milliárdos lett. Egy vadonatúj skandináv mintás pulcs. Így van. Tess, mi lenne az első? Ami úgy most úgy azt mondja, megnyertem, én nem érdekel, bemegyek egy boltba, és ez egy fülhallgató, egy kocsi, egy vonat, egy vár, mit vennél? Kipróbálnád a profi fodrászt? Apple boltot venni. De 5 milliárdod van ember, hát bemész a boltba. De azért tetszik, ez nem gondolom, nem ebben cuccot akar venni. Venne egy boltot, mint hivatalos viszonteladó szerviz, és viszonteladó a legmenőbb hozzáférésekkel és mindennel. Tehát azért, mert egy pohár tejet akarsz inni, nem kell venni tehenet. De annak, aki nagyon szereti a teheneket. De akkor viszont hozzájutok folyamatosan ahhoz a tejhez. Tessék, csajok, Juli. Mi lenne, tessék, csak úgy, most elvitted az Eurojackpotot, az első. Mit hogy gondolkozik egy nő, mit fog mondani, tessék? Hitelt fizetnél ki? Utaznál, tessék? Lefoglalnék egy világkörüli utat. Na, mondtam, látod, világkörüli út. Kiköltözhetnétek a szomszéd öregasszony. Feri csapatnál egy Ferrari-ba, Jani egy domb tetején. Ugye nézné, hogy mielőtt fölássa a dobot a várra, van-e valami kint. Zsül már az Apple boltjában üldögélne feltett lábbal hátul. Juli pedig egy Madagaszkár, Zanzibár, Dél-Amerika, Machu Picchu. Elképzeltem azt, hogy így összehívnám a barátaimat, és azt mondanám, hogy tessék, itt van egy bankkártya. Ez jó. Ez jó. Vegyél nekik inkább valami konkrétat. Tehát mit tudom, ilyen szeretnek, nem tudom, van négy csajbarátod, akkor négy utat, vagy négy motor, tehát ami olyan kézzelfogható. Nem, én a vásárlási utalványokban iszlek egyébként. Ja, nem, másfél millió forint lenne az feltöltve, hanem akkor azon ott lenne több száz millió forint, és akkor ő azt arra költi rá, amire akarja. Elmehet belőle, utazhat is, meg vehet belőle lakást is a gyerekének. Hirtelen elkezdesz 100 milliókat adogatni barátnőknek? Igen, hát van az a kör, akit azonnal. Aha. Kitömnék rögtön.
Hát a stábot is elvinném, az biztos. A stábot? Biztos. Mit tudom én, Hódmezővásárhely, de szép hely. Para Hotel, három csillag, csak reggeli. Elmenni Kisebrádra pohozni. A Feri Toszkán villájába. A Feri Toszkán villájába, igen. Igen. Hova mentek? Bobozunk egy óriási Visegrádon. Köszönjük, Gyuli, hogy megnyerted az Eurojackpotot. De az hogy van, hogy amikor elnyomja a poént a vír röhög, akkor az mi történt? A feleség nem röhög? Ránézel a felesége, de látod, hogy neki ez rosszul esik, és akkor kell váltanod, hogyha viszont bántják, akkor mész. Nézd meg, hogy amikor bemondja a poént, hogy röhög a Will Smith. Tehát, hogy itt van a poén, figyeld, és nézzek a feleségét és ott is. A azt nézd meg, ahogy fölnéz a feleség, oda néz. Láttad az arcát a feleségre? De itt még nem látom. Tehát itt ott nézd meg. Jaj, rosszat néztem. Jaj, hát nem a zöld ruhás. Nem is azt a videót nézni. Ja. Én nem láttam, hogy a Jane is ott van. Persze. És mondom, valószínűleg paróka van rajta, mert ott ül a felesége mellett. De akkor az nem a feleség, aki rosszat nem nézett. Na már akkor megnézem a Jane arcát még egyszer. Ott ül a jobb oldalon. Zöld ruhában kopaszon. Oda néz, most nézd meg. Látod azt az arcot? Aha, na itt van. Tehát a feleségére vág egy ilyen, basszus. Összekevert a Duma Törmennel. Nem. Tök béna vagyok, de ül valaki a Will Smith mellett. És én azt hittem, hogy a feleségek valószínűleg parókája van, mert hogy a csajnak óriási hajkoronája van. De a Jade az tényleg tök kopasz, az úgy néz ki, mint a Demi Moore a G.I. Jane-ben. És azért érdekes, hogy itt a Will Smith viszont még fölröhög. De a Will Smith jól szórakozik. De valószínűleg ő utána látta a felesége arcát, és akkor esett le neki, hogy a Jade-nek ez nagyon rosszul esik. Aha. Hogy elsőként te is röhögsz rajta, tudod, hogy hol vagy, tudod, hogy megy a szurkálás, a rosztolás, ahogy ezt megszokhattuk ezeken a gálákon, és ott még a Will Smith azt gondolja, hogy ezen őnek is kell egyet röhögni. Igen. Oltogatja izé, és aztán ránézel a feleségedre, aki valószínűleg beteg. És leesett a tantusz, hogy és hogy ez túlment. Aha. Igen, van jogod megütni, ha bárki bármi olyat mond? Ez legalább olyan rossz üzenet, mint egyébként egy beteg emberen poénkodni. Szerintem nem ütheti meg, nincs joga. Ki gondolkozik ilyenkor? Ha fölhúzod magad, tökéletesen egyetértek veled, nem ütheti meg. Én is megütöttem volna. Nem hiszem. Ott ülsz. Te nem vagy ilyen fel. Most egy picit ennél szerintem jobban kéne ismernem magad. Szerintem nem mész föl. Ha a családodat érted, a beteg feleségedet. Na de várj, de egy Oscar gálán vagy. A Ricky Gervais olyanokat mond, olyan durvákat osz. Hát szerencséje akkor a Willnek, hogy nem ő volt a műsorvezető. De ez képest Chris Rock egy díja, hát a Ricky Gervais csinálja, az figyelj, az a csáv, az könyörtelen. Az mindenkit nagyon durván pirít. De pont ezért hívják föl egy angol komikus, ugye? Kegyetlenül durva a csávó, de így nagyon őszintén. Oké, a betegség az egy kicsit más, az arról nem tehetsz, de ott a Leonardótól kezdve a Harvey Weinstein poénokig, ott mindenki nagyon durván kapott és kapja és kapta. Nem ment föl senki megverni. Aha. Maga a szituáció ez pont attól éles, meg attól valós, meg attól hiteles, hogy igazából egy ilyen kőprofi csávót is kibillent. A Will Smith-re gondolsz? Igen. Lehet, hogy egy kínos szenvedés van az arcán, tehát ez többféle nem is... Nem ismered Willt. Egy önelégült, ilyen kicsit ilyen mosolygósabb arcot veszek ki belőle, de aztán az is lehet, hogy a csávó zavarban van ettől a helyzettől. Profon nézzük már meg, hogy az ott mennyire... Az nagyon-nagyon szó. Mennyire realisztikus. Hát ott van... Oh, Richard! Ho-ho, itt röhög. Oh, wow! De olyan, mint a Chris Rock egy kicsit előre hajtaná a fejét. Tehát mintha ebből megint arra hajlok, hogy megvan írva a dolog, hogy egy kicsit így bedől előre, néz meg, hogy így gyere haver, üss meg. Nézd meg, így előre hajtja a fejét, hátra teszi mindkét kezét le, hátra fogja. Hát de várakozó álláspontban van, nem? Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Hú, de profi a csávó. Egyébként nagyon profi hozza. Tehát ezt így lehozni, hogy nem szólsz vissza, nem esel ki a szerepből, ráfűzöl két poént, tovább görgeted az estét. Ezt mondjuk én szerintem ezt a szitút így kb. Esetleg, de tényleg esetleg a Bence és te az állarcosban megtettátok. Tudod, miből tűnik egyébként Valódinak nagyon? Hogy azért ott ül a színészek színejava, és az a fagyás. Ja, tudod, mi az bocsása. Érdekes még? Hogy itt ezután viszont a feleséget már nem mutatják Jade-et. Ricky Gervais, amit az Oscar gálán csinál, azt senki nem teszi ki az ablakba azért. Tehát ennél százszor durvábbakat. Jó, durvábbakat de akkor nem volt ott Will Smith. Balázsék a Rádió Egyen. 9:50 mennünk is kell. Ne felejtsétek el, viszont hallás, a Daikin játék folytatódik. Vivi nem jön fürdőruhába? Vagy nem lesz valami, hogy holnap érkezik valaki fürdőre? Nem ez volt, amikor hozta a koktélokat? De bizony, ez volt. Fagyit hozott koktélokat, nem lesz ilyen? Nagyon várjuk, valaki jöjjön hozzánk azért.
nem? Hozzon ezt, tehát add a honlapadát. És ahhoz, bocsánat, ahhoz, hogy ez most politikai, hát most a korrekt legyen, nem csak a Vivinek, hanem a Szilárdnak is fürdőruhába kell jönni. Ma már egy férfi, egy nő. Ne legyünk szexisták. Én semmiképpen nem szeretném, hogyha ez egy kirekesztő játék legyen. Tehát legyen tájlány, legyen kínai, indiánlány, koreai, japán, francia, tűzföldi. De a lehető leginkább ázsiai. És a legfontosabb, pigmeus. És legyen, igen, és legyen igen, helyett a pigmeusoknak ebben a játékban is. Igen. Micsoda mémgyár lesz ebből a pofonból, mint annó Zidán fejeléséből. Bizony. Ugye hát, amikor Zidán lefejelte, is állították. Világbajnoki döntő volt, lefejelte. Igen. Materazzi, Marco Materazzi beszólt, amit az anyukára vagy a feleségére. Zidán visszament, és mellkason fejelte. Rengeteg mém, rengeteg fotó készült aztán erről, ugye. Na jól van, jövünk holnap, Daikin játékunk folytatódik, úgyhogy nyomogassátok csak a hőmérőhiganyszálát plusz-minusz, és ugyanott a kis körrel tudtok regisztrálni, ha valakinek van, nem sikerült, ne keseredjen el. Jó, holnap, és még egész héten megy a játék, minden nap valaki nyer egy gyönyörű Daikin klímát. Daikin, Daiben, jó helyen, jó időben. Hát szerintem hát, megvagyunk. Nem kérek érte lóvét, tartsátok meg. Azt a mindenség neki. Jövünk holnap, szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.